Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Egy nagyon helyes cikket találtunk, és jó témaindító lehet, méghozzá a generáció szakadékokról szeretnénk egy kicsit beszélni, technikai értelemben, ha lehet így mondani, mert hogy történt egyébként, hogy egy idősebb nagypapa segített az ő unokájának, aki azt mondta, hogy lefagyott a számítógép. Mm. És az egyik brit napilap talán, nem tudom pontosan, közölt egy képet arról, hogy a nagypapi kicsit félreértette a problémát. Ugyanis unokája azt mondta, hogy nem akar tovább működni a számítógép, nagypapa segíts, lefagyott. Mire a nagypapa megérkezett, és fogott egy hajszárítót. Nagyon jó. Bedugta a hosszabbítóba, ami ott volt a számítógép mellett, és nagypapa teljesen jóhiszeműen, jótékonyan, segítő szándékkal elkezdte fújni hajszárítóval a számítógépet, és erről egyébként pont az egyik brit napilap fel is tett fotót, ahogy az unoka megdöbbenve lefotózza a nagypapát, ahogy nagypapa egy hajszárítóval hát fújja a gépet. Hát praktikus gondolkodás mond az öreg. Figyelj, sokkal jobban járt így, mint hogy a meleg vízbe tette volna. Hát például. Nem. Igen, vagy alágyújtott volna. Igen. De olvasom közben, hogy mit írnak. Igen, kiírták, még otthon ne próbálja ki, nem mintha veszélyes lenne, csak teljesen felesleges. Igen, ez igaz. Igen. És látható a képen, hogy nagypapa egy fehér hajszárítóval fújja az egyébként tényleg lefagyott gépet, ami ugye ez a kék halál van, lehet látni. A monitort melegíti a papa. Gondolta, hogy az nem működik, akkor ezt megoldjuk. Imádom. Hát figyelj, és valószínűleg azért csinálja ezt, mert nem fér be a mikróba. Mert ott rárakta volna csak a defrostra. A defrostra, amivel mindig is szokták a csirkefarhátat engedni, és akkor rögtön kiengedett volna a számítógép. Na és nézzük meg, hogy akkor, hogy hogyan ez hallgatóinknál, hogy mik azok a dolgok, amik egyszerűen már nehezebb elmagyarázni szülőknek, nagyszülőknek. Ti mit tapasztaltok, hogy mi az, amit valahogy már nem akarnak megérteni, nem szeretnek használni, utálják, nem is nagyon értik, és mindig elmondják, hogy jaj, hát az én időmben ilyen nem volt, mennyivel egyszerűbb, mint a gázon megmelegíteni a csirkepörköltet, ahelyett, hogy ebbe a fura dobozban, mivel forog a tányér, világít, és csipokkal lejár az egy perc, betenni az ember. Hogy melyek ezek a dolgok. Ez a mikro. Hát, fura doboz forog benne a tányér, és csipog a végén. Hogy mik ezek a dolgok, ti hogy tapasztalták szülőknél, nagyszülőknél? Mi az, ami már nem megy át, vagy nehezebben megy át, vagy nem értik, és nem szeretik használni? Mindenhol van ilyen. Az én gyönyörű Máriámnál, aki az én édesanyám, az SMS, az nem sikerült. Már fogadni tud, van neki egy nagyon egyszerű készüléke, és akkor az elején próbálta a nővérem elmagyarázni neki, hogy ugye tudunk írni egymásnak, hogy lehet egy-egy mondatot, vagy valamit, hogy adatot át akarsz küldeni, bármi. És a fogadás azt megfejtette, hogy kell kinyitni az SMS-t, hogy amikor kis boríték van, akkor arra rá kell vinni a kurzort. Gépen? Próbál... Vagy hogy? Nem. Telefon, SMS, telefon. Kurzor van a telefonján, vinni kell annyilat? Így van, ilyen négyes, tudod, egy kör, és négy felé tudod ezt mozgatni, és akkor rámész. Ja, tényleg, az a régi, igen. A nyilak volt, és akkor visszatér, beállítások, nem opció, óra, számológép, üzenetek. Az. Ja, értem. És boríték volt az üzenet, tudod. De boríték volt, arra rámész, mama, akkor megnyílt, és akkor el tudod olvasni. És próbáltuk elmagyarázni, hogy lehet neki választ írni, aki írt neked, de hogy egy billentyűn több betű van. Na, ez a nagy probléma. És itt vége. Igen. És itt vége, hogy a kettes billentyű az A, A, B, C. Igen, a hármas D-en. Tudom, és nézed, és közben szeretnéd neki megtanítani, és egy kicsit sajnálod is, hogy már erről lemarad, és te tudod, hogy egyébként valójában milyen egyszerű. Közben eszedbe jut, hogy valóban majd a te gyereket 30 év múlva ugyanígy fogja tanítani, és jótékonyan megsimogatja átadat, hogy jaj, papa, hagyjad, mert hogy egyszer mi is leszünk ebben a helyzetben. Vagy valójában leszünk ebben a helyzetben, vagy a mi generáció már ezeken a kütyüken szocializálódott, és már nem lesz ekkora szakadék, mint mondjuk most a szüleink és mi közöttünk, hogy igen, tehát hogy nekem is mi rá tudtam ütni, hogy van olyan telefon, amin van internet, azért az nekem az hosszú hónapokba került, hogy tehát nem kell otthon lenni, hogy internetezzünk. Telefonra, de most hogy? Tehát van egy csomó jó dolog telefonon, egyébként egészen jól veszik szerintem, tehát hogyha egyszer elkezded a szülőket erre visszaállítani, és folyamatosan tanítgatod, hogy van a skipe, és akkor fölhív skipén, és akkor belebeszélsz, jól veszik.
Tehát, hogy még szerintem fogékonyak, nem? Hát az elfogadás az igen, valószínűleg, tehát már nem csodálkozik rajta, hogy én otthon megnézem az e-maileket, de szerintem így önmagában teljesen elzárkózva nem érti, hogy mi történik. Nem érti, és nem is akarja már érteni. Ők nem szeretik ezt a világot, nem ebben nőttek fel, nem is nagyon értik, és ezért, mert nem ismerik, ezért nem is nagyon szeretik. Én legalábbis azt láttam, hogy amíg élt a nagymamám, ő nagyon megpróbálta mindig felvenni a fordulatot, és hogy SMS és mobiltelefont, 80 évesen ő még próbált mobiltelefont használni, soha nem kaptam tőle üzenetet, mindig rossz helyre küldte, de nagyon lelkesen csinált, de azt mondtam, hogy mamikám... Nekik, mert nagyon szintes szóló, kedves üzenet. Írtam neked, Balázs. Igen, elkészült a barackleg, már nem jöttél ért. Hát mamikám azért, mert egy fél éve nem kaptam tőled SMS-t. Ja, mondta, de nagyon lelkesen próbálta mindig. Tehát ott volt a kis telefon, narancssárga, még az a régi Nokia, tudod, ami narancssárgán világított, és próbált elküldeni az SMS-t, sose adta föl. Tehát, hogy mindig volt benne lendület. Az akarat az meg volt. Tehát az akarat meg volt. De megnézheted az összeset. Hónap végig. Hónap végig, amikor átmentem hozzá, meglátogatnék, az elküldött SMS-ekben láttam, hogy hú, mamikám, hány országba küldtél te SMS-t? Nézzük hány a piszkozataidra. Nézzük az elküldötted a piszkozatot, de hogy van az a generáció, vagy van az a szülő, nagyszülő típus, aki viszont utálja. Mert nem ismeri, és nem is tudod nyitni. Vele megszeretetni, és nem is hajlandó már e felé nyitni. Meg nincs is rá effektíve szüksége, tehát, hogy nincsen rászorítva arra, hogy használja ezeket, mert otthon neki azt mondja, hogy át ő inkább, úgyis szeret bratizni a postással, akkor meg tudja kérdezni tőle, hogy mikor érhet oda a levél, ha ma feladja az unokájának. Tehát szerintem már ez az elsőbsége, az se, nem kell, az ráér, nem baj, ha két nap múlva ér oda, az se fontos. Tehát, hogy még ez se. Ott van neki kis vezetékes telefonja, azt ő nem mondja le. De hát nem kell, hát ott van a... Nem, a vezetékes, az a biztos. Valószínűleg az egy biztonságérzetet szerintem, nem? Tehát, hogyha lemondaná, oké, hogy ott a mobiltelefon, lemerül, nem hallja, a vezetékes az, ami be van dugva. Az a biztos. Az a biztos. Tudod, te mennyit vártunk rá annak idején, csak nem fogom most. Ez de egyébként lehet, tényleg. Van. Tehát amit mi már szerintem tényleg nem értünk, hogy várt rá, beszélt az Iker, akkor nem beszélt, azt szokta meg, azt tudja, tárcsázza, ismeri, elérhető. Tök büszke volt rá. Igen. Megkapta ezt a piros telefont, vagy sárgát, fú, ilyen nagyon csúnya színű tárcsázás. A feketébe jött az alapból, fekete volt az alap, és akkor, hogyha te pirosat akartál, oda nagyon csókosnak kellett lenni. Oda nagyon csókos. Valószínű, mi is ennyire mások leszünk, vagy... Szerintem a vízválasztó az, hogy szükséged van-e rá, vagy nincs. Tehát, hogyha kell például a munkádhoz, vagy bármihez, a hobbithoz az, hogy legyen mondjuk olyan interneted, vagy olyan hozzáférésed, akkor csinálod. Én ha tuti. Nem, a angyámnak nincs rá szüksége. Mi a francnak, érted? Ő már receptet nem nézeget az interneten, már nem fog. Anyám például kiválóan internetezik. Kiválóan. Előzmények, kereső, beüti, mondok neki valamit, megnézi, visszaküldi, hogy ez nem úgy van, tudod, kicsit helyre tesz, hülye vagyok, ez nem így, rosszul mondtam, megnézi Google, tehát kiválóan internetezik. De érdekli valószínűleg. Valószínűleg van egyfajta affinitás, egyfajta érdeklődés. Mi igen. Nem leszünk tőle ennyire távol, vagy legalábbis reméljük, de hát én nem vagyok egy ilyen nagy számítógépes felhasználó, tehát de én már látom, hogy a két gyerek a szkenterbe fog verni. Beleszületnek nekik, ez halálosan természetes. Igen. És a béka meg mindig azt mondja, hogy figyelj, azért kell tudjuk, mert hogy úgy meg fognak vezetni 15 éves korukban ezzel, hogy ő közben lebeszéli a randit, átírja. Az így is, úgy is. Oké, de legalább az esélyt ad meg. Mondtam, hogy remek, drágám, akkor te tanuljad. Igen. Írj egy hallgató, van az a szülő nagyszülő típus, aki addig jut, hogy tényleg, ha merül az elem a távirányítóba, akkor erősebben nyomja a gombot. Na, annak nem fogja. Ugye? Megvan ez a típus? Hát, hogy az egyes gombot, hogy mi nem? Cserélj elemet. Dehogy elem, hát az egyes gombot. És közelebb mész. És közelebb megy. És nézed kívülről, és azt látod egyébként, hogy szülő nagyszülő kicsit újra gyerek lett. Nem? Tehát, hogy egyszerűen nem jut el az agyáig, hogy nem az egyes gombot kell erősebben nyomni, hanem elemet kell cserélni. Ennyire egyszerű. És hogy tulajdonképpen ennyire egyszerű a dolog. Apósom, ezért oldottam el, hogy nem kellett mindig elemet cserélgetni a távirányítóba, volt nála egy hosszú kb. Egy ilyen 1,50-es pálca, és a fotelből nyomkodta a televízió. Jó, de például a mostani tévéken már ilyet nem tudsz csinálni, mert ugye nincs ott a kezelő oldalt, esetleg van két ilyen hangerő, meg csatorna. Igen, egyébként szerintem az van, hogy mi azt gondoljuk, hogy nem fogunk lemaradni. Vagy azt gondoljuk, hogy a mi generációnk már tudja. Meg a mi generációnk már azért valamennyire hasonlít az Y, az E generációhoz. Tehát, hogy mi azért tudjuk tartani a frontot. Miközben szerintem... még a B generáció. Erősen egyrészt B oldal vagyunk, kettő, nem tudom, melyik a 77-es, melyik generáció. De hogy szerintem 15 éves korukra, legalábbis technikai szinten szerintem kenterbe verni. Én már most érzem. Én állunk majd hülyén. Sok tekintetben én őskövület vagyok, ráadásul én azért meglehetősen vágyom erre a régi időszakra, ami már soha nem fog visszajönni, meg úgy hiányzik is. Én biztos, hogy le fogok maradni.
Én biztos vagyok benne, hogy egy ilyen itt. Na jó, de hát a Bakonyba hova? Bakonyba vagyok kiköltözel, hát nem mindegy, hogy van ennek, vagy nincs. Csak mindegy, nem? Francba. Igen. Jó, nagyon jó SMS-ek jönnek, rögtön szemezgetünk ezekből. Írjanak nekünk azon hallgatóink, akik tapasztalták ezt, hogy mama, nagymama picit nem érti és lemaradt, de írjanak azok is, akiknél a 83 éves nagymama expert szinten használja a Facebookot, megy, nyomul, kicsit ott van az Instagramon, bejelentkezik, átjelentkezik randi oldalra megy, tehát mind a két oldal érdekel bennünket, ahol nagyon jó a nagypapa, nagymama és hihetetlen profi, mert mondjuk rákapott a Facebookra vagy az Instagramra, és hát természetesen azok is írjanak, akik egyszerűen nem jutnak dűlőre szülőkkel, nagyszülőkkel, mint ahogy ez a nagypapa is ugye, éppen hajszárítóval próbálta a lefagyott mindazt egy picit megjavítani. Nem tudták megmagyarázni a nagypapának, hogy nem bébi attól, hogy nincs rajta szőr. Hogy micsoda, hogy? Attól, nem bébi attól, a bébi ez még fiam, hát de hogy bébi, papa, csak más idők járnak, nem mindenem van szőr, aminek annak idején volt. Nagymamám mindig mondja, ha teló van a kezemben. Már megint karcjátékozol. Karcjáték, ez az. Már megint karcjátékozol, írja nekünk egy a hallgató. Anyám odáig jutott, hogy a gépet a nagy gombbal kell be is kikapcsolni. Ennél tovább nem hajlandó menni. Meg is vagyunk. Írja nekünk Kitty. Nagymamám felhív, hogy lejtette a mobil szétesett darabokra, másnap meglátogattam, hozta, hogy rakjam össze. A tévé kapcsoló volt a kezében. És csak a két elem esett ki belőle. Jó, mama szemüveget is kéne cserélni. A mamából már nem lesz expert fel. Háló! Háló! Annyi gomb van ezen a telefonon, a rohadt életben. Nézd már a tévét is kapcsolja a iskoláját. Most olvasom, videó is van rajta. Igen, ott azért eléggé alapszinten kell elkezdeni a felhasználást. Jó, én nem átélek csak egy szint, hogy odahúzza a kis széket a mikro elé is. 10 percenként kell bekapcsolni ezt a rohadt tévét, és olyan unalmas. Mindig csak ez a forgótányér van benne. És aztán ti egy perc után valami pattog és pedótos lesz a belső. Már mennie kéne a fásimulatónak. A tévé újság szerint. Várjuk az SMS-eket. Jó, drága Morning Show hallgatók, szülők, nagyszülők. Ki hogy használja a technikát, ki az, aki abszolút kezdő, ki az, aki analfabéta, és milyen számunkra vicces, mulatságos hibákat követnek el. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. Arról beszélgettünk itt a hírek előtt, hogy ugye milyen az, amikor szüleink, nagyszüleink már kevésbé értik a technikát, mi pedig ugye hát már kicsit őket gyermekként kezelve megpróbáljuk elmagyarázni, hogy kell használni az internetet, a különböző technikai dolgokat, mert hogy ugye egy brit napilapban jelent meg, hogy egy bácsi, az unoka panaszkodott, hogy lefagyott a gép, és a nagypapa segítő szándékkal odament, és egy hajszárítóval elkezdte a monitort kicsit melegíteni, hogy mindjárt jó lesz, fiam. Mindjárt jó lesz, és arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-eket, amikor is ők próbálták a szüleiket, nagyszüleiket megtanítani arra, ami ugye hát segíteni tulajdonképpen az együttélést és a különböző technikai dolgok használatát, mégse sült belőle ki annyi jó, mert hogy a szülők, nagyszülők már kevésbé tudták ezt a dolgot értelmezni. Hát szenzációs SMS-ek vannak tényleg. Anyósom az okostelefon albumban fényképezgetés közben minden második képnél megnyálazza az ujját. Hát a megszokás. Mondtuk neki, Jucika, ehhez nem kell nyál, anélkül is lehet lapozni. Óriás. Hát az újságot is úgy, hát, kicsit meg, ugye? Nagyon jó. Nehogy egy kép kimaradjon. Porszívózom a gyerek orrát, nagymamám odaszalad, kihúzza a porszívót, és lenyom egy hatalmas taslit, hogy megölöm a gyereket. Marci küldte nekünk. Jézus. Az én édesapám 79 évesen vett okostelefont, és hangos animált üzenetet küld a Viberen keresztül, amit a 8 éves unokája tanított neki. Saját éves családi naptárat készít Excel táblában. Szép hány napot, jók vagytok. 79. Na. Ugye, mert mondtuk, hogy írjanak olyan hallgatók is, ahol viszont hát profik szép a felhasználók, és szülők, nagyszülők nagyon vágják a technikát. Nagymamám napi háromszor Facebookozik, családi bejegyzéseket cenzúrázza, ha valami rosszaság kerül ki, azonnal felhívja a figyelmet, hogy ezt nem szabad, és ilyen csúnyán nem lehet kiírni ennyi ember előtt. Mit fognak gondolni mások? Igen, nagypapám a vonalas telefont is csak felvenni tudja, ha segítenek neki. Ádám írt a Miskolcról. Anyósom megkérte a párom, tegye fel pendrive-ra az egyéves ikreink fotóit. Majd itt hagyta a légkondi távirányítóját. Nagyon jó. Nagy pendrive, de sok anyag férnek.
aranyom, írjátok már ki az unokafordulóin, hozta meg pendrive-ot. Megérkezett a mama. Remélem ráfél. Megérkezett a mama a légkondi távirányítóival, azért az nagyon helyes. Itt van velünk Zsanett. Hello Zsanett, jó reggel. Sziasztok. Hello. Na, veletek mi történt? Nagyszülőkről van szó? Igen, igen, nagypapámról személy szerint. Mit csinált a nagypapa? Hát kapott tőlünk egy fritút, hogy megkönnyítsük a sütést. Ez a fritőz, ugye? Igen, igen, igen. És a nagymamám tudta is, hogy hogy kell használni, de ő pont nem volt otthon. Gondolt egyet, hogy krumplit süt magának, hát föltette a gázzal, bedugta a konnektorba, és alágyújtott. Nem, és alágyújtott. Tehát mondtátok, hogy papa ebbe süsse a krumplit, vagy papa ebbe süsse a krumplit, és ő feltette a gáztűz helyre a fritőzt, és meg alágyújtott? Igen, igen. És beletette a krumplit? Hihetetlen. Mire gondolt akkor, igen, de hogy mire gondolt akkor, amikor még be is dugta a konnektorba? Hogy az a melegítés. Plusz, annál gyorsabb, belülről is melegít. Micsoda puccos bogrács. És igen. Hogy vette észre, hogy ez nem jó? Tehát meggyulladt a fritőz, vagy mi történt? Igen, igen, elkezdett olvadni, ez füstölt, akkor a papa elzárta a gáz, kihúzta, és kiment. Ennyi. És ott hagyta a tetejt. Igen. Atya, úristen. És finoman a fritúra olvadt a gáztűz helyre? Teljesen, teljesen. Jó, hogy nem robbant föl a papa, vagy én nem is tudom. Hát, hogy nem lett egy ilyen lakástűz, egy elektromos tűz. Nem tudom, hogy mire gondolhatod, de 75 éves volt szegénykém, úgyhogy... De nézzük a jó oldalát, papa még próbálkozik. Tehát nem igen. Adta föl, igen. Nem azt mondja, nézd már, milyen hülye kütyű inkább. Nem, hát, hogy papa még azért van benne vitalitás, ő földobta. És hívta a nagymamát riadtan, hogy valami nem stimmel, mert hogy megolvadt a lábos? Hát nem, a mama följött a kertből, ugye látta a nagy füstöt, aztán mondta, hogy mit történt, és akkor papa mondta, hogy hát ez és ez. Úgyhogy kiszelőztették a lakást, és új gáztűz helyet kellett venni. Kiszelőztették a lakást, aztán a mama is feltette. Igen. Figyelj, és a papa másban is ennyire szuper felhasználó? Tehát próbál internetezni, mobiltelefonálni, vagy nem nagyon? Nem, semmi. Tehát ő megállt a régi jó dolgoknál, és azt mondta, hogy neki elég. Hát lehet, hogy a fritőzős eset elvette a kedvét. A további próbálkozással, igen. Zsanett, ez nagyon helyes sztori. Köszi, hogy elmondtad. Szívesen, hello, ciao. Ez nagyon kemény, igen. És van az a típus, aki még kiskéri egy kicsit magának. Tehát lehet, hogy ha papa is ez lett volna, akkor be... Ha mindent olyan gyenge szaranyja, hogy csinálok meg most már, nem? Egy normális lábos se lehet föltenni a gáztűz helyre, anélkül, hogy ne olvadna el. Hát milyen világ? Anyósom állandóan az e-mail tárnyezőjébe írja a több oldalas üzeneteit. Nagy. Ott sincs azért komoly felhasználás, Juntin, igen. Ha nagyapámhoz elmentünk vendégségbe, megmutatta, hogy neki már mobiltelefonja is van. Aztán kikapcsolta, és visszatette a dobozába, mondván, úgyis itthon vagyok. Hát akkor meg mindent te van, ugye? Hát nem megyek sehova, akkor nem kell. Bence küldte nekünk. Anyám belenéz a telefonjába, amikor fotóz. Mondtam neki, hogy az a vakú, de azt mondta, nekem nem magyaráz, meg tudom én, hogy kell használni a fényképezőgépet. Azért látod az anyádat belenézni a mobiltelefonba, azért az is nagyon kemény, igen. Itt a legdurább SMS, figyelj. Nagyim Skype beszélgetés közben kihajolt, hogy integessen a hátul lévőknek. De jó. Mama nem annyira vágja a Skype-ot, hogy téridő, háromdimenzió, hogy van, mint van. Kicsit kihajolt, mert láttad, hátul vannak. Hát integetett. Hát nem látják. Nagypapám 78 éves, most vett magának egy almás táblagépet, sakkozik és bankügyeket intéz rajta, közben az okostévén rögzíti pendrive-ra a kedvenc sorozatait, mert ugye kettő egyszerre nem megy egy időben, nem akar lemaradni semmiről. Lász Szulejmán, szép napot, Gábor. Na, papa nagyon durva. Papa nagyon durva. Mama pánikolva hív. Letöröltem a gépről az internetet. Kiderült, csak az Explorernek az ikonját tüntette el. És mama már 4 iPad-et nyert, mert mindig ő a 999.000. látogatója. Írja nekünk egy hallgató. Anyámat kérdezem, van-e wifi az új csomagban, amit kapott? Mondja, Viki-e neki nincs, csak Tibi-e meg Bogi-e. Mama azért mennyire durva. Mama nagyon durva. Anyósomat tegnap világosítottuk fel, hogy a mobilon nem a kijelzőbe kell beszélni, nem az a mikrofon. Írja nekünk Ildikó SMS-ben. Hát óriási. Amikor 15 éve megvettem az első asztali PC-met, nagyim azt mondta, hát fiam, nem tudom, mi került ezen ennyibe, de legalább egy kis tévét adtak hozzá. Atya Isten, gyerekek, vajon egyszer mi is? Szerintem, gyerekek, igen.
hazahoz valami nem tudom milyen kütyüt, ami már kicsit nem is érdekel, elbarkácsolunk mi ott a garázsba, hoz valamit, ránézel, kérdezel két hülyeséget, és látja, hogy jó van. Lesz ilyen. Nagyfater már megkukul. Lesz ez téma 20 év múlva is, és valamelyik unokánk majd beküldi. Hát a nagyfater az. Mennyire hülye. Talán emlékeztek még rá. De. Működik ez visszafelé is, írja egy hallgató, az érintőképes telefonja után a lányom az én sima telómat nem tudja felvenni, hiába simogatja a képernyőt. A régi gombosat, ugye? A régi gombosat. Nem megy úgy. Igen. Nagyszüleim még a videó hős korszakában hazaértünk, micsoda, a tévé előtt is mutatják, hogy csendesebben kérdezzünk az öcsémmel. Mi van? Ennek nincs annyi értelme. De van, olvasd csak fel. Csendesebben kérdezzük az öcsém, hogy mi van, mondják, hogy hogy vesz fel a videó. Vesz fel a videó, csendbe legyél, ráhallatszik a hangod. Megszokták. Ja, hogy valamit vettek fel. Vettek fel a TV adást, vették fel videóval, és most... Azt hitték, hogy mikrofonnal vesz fel. Ja, értem, igen. Csendbe kell lenni, mert vesz a videó. Atya Isten, igen. Az nagyon kemény. Gyönyörű SMS. Az én nagymamám, gyermekeim... Dédie kiteregette egyesével a nedves popsitörlő kendőket. Azt hitte, hogy az acskó elázott. Ismerős probléma. Hát tiszta víz. Hát vizesen adják azt a törlőket. Hát milyen papír zsebkendő ez. Mamám mobilozik egész jól, de a géphangot nem érti. Annak is köszön, és elnézést kér a zavarásért. Ja, hogy amikor géphang jön be. A kapcsolásé kérjük. Igen, elnézést, bocsánat. Jó napot kell, köszönöm, várok. Látni kellett volna, hogy a 7 éves kisfiam sorolta a 80 éves dédi mamájának, hogy mit kér karácsonyra. Tablet, Lego, csima, kukabúvár, penunza, az nem tudom mi, vagy penunza, az nem tudom mi. A dédi csak ennyit mondott, jó van, egy kukkot se értek. Tavaly ettem okos telefont, kérdeztem, van-e hozzá használati utasítás, a válasz az volt, hogy kérdezzem a gyerekemet. Ugye? Mert ő már tudja. Milyen szép, igen. Üdv, 36 évesen megértem, hogy anyámat letiltották a Facebookról. Erre még aznap látom, fent van külföldi álnéven nyomul. Mama! Ma már nem lehet, ma már nem lehet kitenni. Föl? De mit tehetett föl, hogy letiltották? Mama mit csinált? Igen. Nem értem, miért kell a használt nejlonzacskót kimosni, ez Zoli írja. Ő is az idősebbekre gondol? Kimossák a nejlonzacskót? Igen. Ah, itt van velünk Timi. Hello, Timi. Jó reggel. Yeah, ciao. Yeah, hello. Jó reggelt. Na, neked gyereked van, és ott van már különbség, vagy vannak szülők, nagyszülők? Nem, nekem egy fiam van, ő 13 éves, én 37 vagyok, de Kenterbe ver. Én most járok digisuliba, interneten keresztül végzem el, és tehát tudnom kell mindent, tehát letöltés, PDF, mindent, és ő már ilyeneket mond nekem, hogy Steam, laggol, upszol, skinel, champ variációk, ilyen 8 számjegyű valamiket írkod be, amivel kijönnek a játékok. Uh-huh. És ha már még megnézed az előzményeit is. Hát igen. Ott milyen érdekes dolgokat fogsz találni. Tehát gyakorlatilag már ő tanít téged. Igen, mondhatjuk. És programozó akar lenni, vagy ennyire érdekli? Inkább csak ennyire érdekli, főleg ezek a játékok. Igen, ez a durva, hogy ez számukra egy kézenfekvő kérdés, hogy programozó akar lenni. Nem, felhasználó szinten itt tartanak a gyerekek. Igen, pontosan. Igen. Oké, okay, köszönjük, hogy elmondtad. Köszi, ciao. Köszi, hello. A 71 éves nagymamám iPad-en farmozik a nap 24 órájában, és 4-esen telefonál. Vannak azért ilyen is, igen. Az anyukám rendszeresen küld üres MMS-eket. De legalább ma próbálkozik. Tehát Erzsi küldte nekünk, igen. Még pár évvel ezelőtt az unokatestvéreméknél lefagyott a számítógép. Egyik unokatestvérem mondta a másiknak, hogy be kellene zárni az ablakot. Hát menjön be a hideg. Mire mamánk szaladt az ablakhoz, hogy bezárja. Ezt Csilla. Csilla küldte nekünk, mert hogy jön be, igen. Papának vettünk elektromos borotvát. A fülőhez rakta, és belehalózott. Úgy néz ki. De elsőre. Halló! Szimkártyát nem adtak hozzá? Hát milyen világ? Szatyi küldte nekünk. Atyaisten. Feltöltős kártya volt még sokáig ilyen, hogy nem érzették. Az mi volt? Hát, hogy tudtál venni feltöltő kártyát, és emlékeztek, még volt maga a kártya formátum. Igen. És volt, aki azt be akarta tenni telefonba. Nem fér bele, túl nagy. Túl nagy volt, és azon volt, tudod, a kód, meg igen, nem tudom, igen, kötyögni, és így működött. Azt is sokan írják, hogy megtévesztő volt. Igen.
Após vizet öntött a porzsák nélküli porszívó tartályába. Nem vágta agyon az áram isteni szerencse. De vajon hogy? Tehát látod, hogy nincs porzsák. Ha nincs porzsák, az csak víz lehet akkor? Igen. Tehát nehogy már oda menjen a por, menjen vízbe a por. Itt van üres ez a tartály, porzsák sehol, tele öntöm víz. Igen. A nagyszülei mobilján bekapcsolt az ébresztő. Berakták a szekrénybe a ruhák közé. Hát csörög. Az is egy nagyon szép, igen. Az édesanyám folyton kipakolja a mosogatógépből a koszos edényt, és kézzel mosogat, ha átjön hozzánk. Az őrületbe kerget. Egyébként ez megvan ez a típus. De miért? Hát nem szereti, azt gondolja, hogy az sokat fogyaszt, vagy arra használjátok, hogy ott tároljátok a szennyes edényt. De hogy ott azért egy gombot kell megnyomni, hogy valószínűleg utálják? Nem, meg szerintem azért nem szeretik, mert tovább tart. Valószínűleg ez lehet fel a probléma, hogy berakja, és akkor mit tudja, egy program 30 perc. Ő meg 10 perc alatt elmosogat, minek rakjátok bele. Igen, nem kell ez a pazarlás, igen. Mama lenémította a tévét, 4 órán keresztül nézte úgy, majd mondta, hogy megy doki, az mert rossz a hallás. Meg a tévé is elmondott, a sarokban van az a kis jel, nem tudom miatt. Helyesek, hát ezek nagyon jók. És gyerekek már csak 20 év választ el ettől minket. Ugyan, egyszer egy rádió műsorban rajtunk röhögjenek. Biztos csak magad 20 évvel. 10 mi? Lehet, hogy ez 10. Igen. Morning Show. A Klassz FM. Egy érdekes cikket találtunk, és nehéz megfejteni, hogy mi folyik ott Svédországban, de egy svéd mesefilmről van szó, amin kiborultak az ottani szülők, és kíváncsi vagyok, hogy ezen ti kiborulnátok-e. Ugyanis mély megdöbbenést váltott ki svéd szülőkből az az animációs gyermekmese, amelynek főszereplői, hát ezt finoman mondom, mert így szerintem ez azért ez kimondható, férfi és női nemi szervek. Egy animációs mesefilmben, ami azért tényleg furcsa. Kérdés, hogy megengeded a gyereknek, nem engeded meg, mit néz a gyerek, mit engedsz, mit nem, hol van az a határ, amit a gyerek már nem nézhet meg, hallgatóink és szerintetek is. Vagy igen. Jól mondtad. Jól mondtam. Nyugodj meg. Jól mondtam. Tehát hallgatóink szerint, akik szülők, erre akartam kiukadni. Miért rajzolnak egy animációs filmbe egyébként férfi és női nemi szerveket? Ezt nem értem. Én támogatom a dolgot, Magyarországon főleg támogatom a dolgot, ugyanis nekünk nincs igazából kultúránk arról, hogy beszélgessünk ezekről a dolgokról. Ha a gyerek szembesül vele, akkor lehet, hogy a későbbiek folyamán könnyebben fog majd nyitottabb lesz erre a dologra. Mindjárt megmutatom ezt az animációs filmet. Igen. A szembesülés az nem a jó szó szerintem, mert itt kap az arcába. Feri, nincs ezzel gond alapvetően, szerintem sem, de itt a főszereplők ezek az, hogyha csak úgy, csak úgy mellékszereplőként csüngenének, igen, akkor azt mondod, hogy persze ez beleférhet, ez legyen így. Bicalkutten és Bardekallen, ez a mese címe. Aha, nem tudjuk mit jelent, mert ugye ez idegenül van számunkra. Meg messze van tőle, de elő egy pici. Na várjál, akkor itt is várjál, megnyitom, úgyhogy legyen hangja, és akkor a hallgatók is hallják. Bicalkullen, Bardekallen. Feri, te tanultál svédül. Nagyon sokáig, persze. A svéd úszó, női úszóválogatottban például mindig szerettem volna masszörnek lenni, de nem jutottam el odáig. Úgyhogy viszont tudok svéd bútort szerelni. Na figyelj! Na, egy vidám kis dalocska. Már egy közben itt is említem. Na ezt látjuk! Aha. De gyerekek, ez semmi, ez egy körberajzolt kis dolog. Bácsinak van öltözve a férfi... Nem megállítanám hiszen. Azért itt egy pillanatra. Ugye azt látjuk, hogy három... Hát, hogy mondjuk ezt el? Hát, köszönöm, ez a jó szó. Ezt nagyon finoman fogalmazunk. Szépen mondjuk, hogy gyerekek is hallgatnak, ezt hallgathatják így, ebben még nincsen semmi rossz egyébként. Három kuki kalapban bajusszal ugrabugrál. Hát az egyik kalapban van, a másik bajuszos. A különbözőséget, de a különbözőséget mutatja be ez a rajzfilm. Semmi más nem mutat, hogy van idősebb, van fiatalabb, van bajuszos, vagy van kopasz. Ez szemük is van. Igen, mert ez az egy rajzfilm. Nincsenek személyi kalapja. Majd rajzolunk rá. Már. Na várj, indítom tovább, figyelj. Jó, menjen tovább. Bicalkullen, Bardekallen, figyelj. Énekelnek. Az egyik ledobta nadrágját. Igen. Ekkor megjönnek. Nunik. Ezek kagylók, nem? Igen, megpróbálom neked megállítani ott. Ebben a formában megérkeznek a női társak. Na jó, hát egy ránézésre nekik aztán végképp semmi közük nincsen ahhoz, amiről szól. Tehát, hogy ebben aztán már én nem tudnék kapcsolatot. Ez egy fordított cseppforma, középen a hasán egy vágással. Egy vidám kagyló. Vidám kagyló, óriási szemekkel és hatalmas kagyló szempillákkal. Na. Mutatom. Énekelnek. Kacsin. Most énekel a Nuni. Igen. Jön egy idősebb, Botta.
bot a szemüvegbe. És most a Kuki és a Nuni együtt énekel. És az egyik egy rockabilly arc. Semmit nem csinálnak egymással, tehát ráutaló magatartás nincsen. Érted? Nézd meg, mennek jobb, lentre, föntre, mennek jobbra-balra. Elmennek egymás mellett. Énekelnek egy mikrofonon. Na de várjál, oké. Okay. És most beazonosíthatja a gyerek, hogy hol helyezkednek el. Igen. A szervek. Ugye, mert a végén felrajzolnak egy férfi piktogramot, meg egy nőit, és a női kis éneklő kis arcocskát berakják a nő helyére, a férfi pedig a férfi helyére, tehát a gyerek itt rájön, hogy mit látott tulajdonképpen, ha már van abban a korban. A svédek kiborultak, tehát a svédeknél felháborodás van, meg akarják lincselni az animációs film készítőit. Pont a svédek. Pont a svédek egyébként, igen, és óriási, óriási balhé van belőlem. Ugye ezek a kis nemi szervek ugrabugrálnak, és hát a svéd szülők, és mindenki. Kiborult a készítők, azt mondják, hogy ebben nincs semmi kivetni való. Játékosan világosítja fel a gyerekeket. Náluk nincsen nézőteszt, mint nálunk zenei teszt. Nem nézik meg először a nézőket azt, hogyha mondjuk 100-ból 70-en felháborodnak, akkor ne küldjék adásba? Valószínűleg nem, ezt anélkül ment, de én nem is értem, hogy miért nem mehetett volna, mert tényleg nem látok benne semmi kivetni valót. Én annak vagyok híve, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról már gyerekkorban is, bármi, ami segít ebben. Tehát az országnak az ilyen szexuális téren a legnagyobb baja, hogy nem beszélgetünk. A gyerekek, tehát amikor rákérdez a gyerek anyunál vagy apunál, hogy az ott neked mi, akkor hát ez te még kicsi vagy, érted? Mi magunk sem merünk beszélni róla. Egy jól hoztad. Ezt törj, hát nem. Jól hozod ezt, érted? A szüled. Ilyen vagyok otthon, tudod? Ja, tehát, hogy nem azért mondom, csak ezt jól hoztad. Igen, nem merünk róla beszélgetni. Ez szerintem pont azt hozza, hogyha egy kicsit ezt együtt megnézed a gyerekkel, semmi szex nincs benne. Tehát ezt szögezzük le, hogy ezek rajzfilm figurák lettek, a Kuki meg a Nuni, akik énekelnek, azt nagyon jó lenne tudni, hogy mit énekelnek a dalban, de sajnos kevesen értünk svédül. Igen. Azt egyébként jó lenne, ha valaki tudna svédül elmondani. Igen. Svéd tud. Most én azt nem tudom, hogy nem lesz-e ennek az a következmény, hogy bármi más nagyon népszerű rajzfilmnek, hogyha megnézi a gyerek veled együtt, akkor akar majd ilyen hátitáskát, uzsonnás dobozt, stb. Tehát, hogy érted, hát, hogy most lát valamit a gyerek, valami Hello Kittyst, vagy Monster High-os, vagy nem tudom milyen dolgokat, akkor azokat megveteti. De egyébként én több minden nem értek, szóval, hogy... Egyrészt az a 3-4 éves gyerek, aki ezt az animációt nézi, mert ez annak a szintjén van, az még egyébként ez nem érdekli. Az idősebbet ez már nem szólítja meg. Ráadásul közeli visz a Nunihoz és a Puncihoz, ha látom, hogy ezek énekelnek. Mit tudok erről meg? Tehát nem értem a lényeget. Mert ha te elbeszélgetsz a 8 éves gyerekeddel, hogy figyelj, ez van az, amilyen mesélek a Bennyről egy sztorit, hogy picit szomorú is vagyok, mert nem amiatt, amit csinál, csak mondott valamit, és úgy látom benne már. Tessék? Nem. Mi célt szolgál? Tehát az, hogy 4 éves gyerek lát egy puncit, meg egy kukit ugrálni, akkor ő tudja, hogy neki van kukia vagy puncia? A 8 éves már azt mondja, hogy ez hülyeség, mert már nem így van, és már nem ugrál a puncik alapban, ha-ho. Meg a kuki sincsen napszemüveg. Hogy hova lett a napszemüveg és a kalap a tiédről. A 8 éves gyerek azt mondja, hogy ha-ho, nincs a kukink alap. Ho-ho, és bottal se járkál a kezébe, hiszen már tudja, mert vagy neki is van, vagy már látott ilyet 8-10 évesen, hát mondjuk ki, már ugye durvább dolgok is történnek az óvodában. És jó esetben őről egyszer nem kezdi el öltöztetni. Melyik réteg lesz? Én nem vagyok prűd, hát aztán rám mindent lehet mondani, de melyik réteg lesz ettől okosabb? A 4 éves szerintem... majd oda néz is, összehasonlítja, és azt mondja, az anyám, anyuci, az enyémen nincsen kalap. Az elfogadás, nem nincs kalap, az egy idősebb, érettebb korú kuki, érted? Tehát de mit kell elfogadni egy 4 éves gyerekre? Hogy mindannyian egy, hogy a fiúké, igen, a fiúké ilyen, és van belőle az enyém, aki fiatal, a övé, aki idősebb, és a női nemi szervben ugyanez a helyzet. Én most csinálok egy tesztet, hazaviszem, ezt levetítem a Beninek. Na. Fogalmani nem lesz, hogy mit lát. Ugyanis mi felnőttek magyarázzuk bele, hogy egyébként ez milyen szörnyű. A gyere, ezt 4 évesnek megmutatod, ő nem teszi össze, hogy apuci, ez milyen durva, hát itt puncik ugrálnak. Ezt nem fogja mondani. Azt fogja mondani, hogy de helyes a bácsi, ugye, közben. Tehát, hogy de nem látom az értelmét. Nem látnak bele. Hát nem látnak bele semmit. A 4 éves gyerek ezt még nem érti, hogy ez mi. Gyerekek, nem mondjátok, oviból hazahozza már ezeket. Na, most végezzük el ezt a kísérletet. Vidd haza és mutasd meg a Somának. De őszintén mondd, én megmutatom a Beninek, nem fogja érteni. Tehát ezt így ebben a formájában napszemüveges kuki ugráló nem fogja azt mondani, hogy apuci, ez egy kuki. Nem érti. A mi felnőtt fejünk látja ebben a szexualitást, neki ez még nem elsődleges, nem jellegű rajzok. Na de hát akkor mivel a baj? Neki nem lesz elsődleges. Na de azt mondom, de nincs értelme. Hát mit lát? Ez egy 4 éves gyerek szintjén van ez a rajz, akkor mit mutat meg neki?
ha kérdez majd egyszer a gyerek, és kérdez, majd akkor beszélgetünk róla. Anya, az enyémben miért nincsen napszemüveg? De nem, ez nem a beszélgetés, nem kell neki elmondani 5 évesen, hogy hogy csináltátok őt apuval, nem erről van szó, hanem ha úgy él 0 éves korától, hogy nyitottan, teljesen normálisan, mert miért? Ez ugyanaz, mint hogy kijössze a fürdőszobából a gyereked előtt mesztelenül. Kijövök, igen, látta anyu, de nincsen ez nem ugyanaz, hogy beraksz a gyereknek. Mire szeretnél elaludni? De nem. Mire szeretnél elaludni? Bogyó és babócára, nem tudom, Verdákra, vagy ugráló Kukira és Nunira. Egyébként az se baj, ha ugrál, mert ezen ide, hogy a Soma is nagyon jól szórakozna, és teli szája röhögne, meg a Beni is. Teszteljük le. A Panna már lehet, hogy rájönne, hogy ez mi, de még ő sem látna bele szerintem egyébként szexuális jelleget. Hát mennyi 6 éves? 6. Talán ő már levenné, de kíváncsi szerintem még az akkor, ahol még ő se biztos. Lehet, hogy tényleg akkor döbbennének rá, hogy valójában miről szól ez az egész, amikor megmutatnátok élőben. Hogy nem, ugrálnánk és táncolnánk egymás mellett. Tényleg most ugye ez live. Ha lefagy a számítógép, táncoljátok el neki felé. Na szemeket, sétáló botot, cilinder! Na és ez volt a vége, mutatom. Ez a nyitottság, gyerekek, az, hogy azt a prűd viselkedést, ami év ezredek óta van az emberben, azt kicsit fölold, és amikor már eljutsz oda, hogy igen, normálisan beszéljél vele, ne pislogjál itt nekem így, Anna, mert látom. Nem értek veled egyet. Akkor könnyebben tudsz érted beszélni róla. Mikor jutsz oda? 8 évesen jutsz oda 8 évesen, majd előveszed ezt és lerajzolod neki, vagy le? Nem, ezt 4 évesen nem veszed. Nem, de igazán egyébként a Ferének, hogy a gyerekek már 4 éves korban megvannak a saját kérdéseik, amikre adott esetben kapnak választ, majd válaszolok rá. Nem kapnak rá választ. De az a szülő tehet róla. Például, amikor kimennek a picik mondjuk együtt kezet mosni, meg vécézni, akkor nyilván feltűnik a kisfiúknak, hogy a kislányok leülnek ahhoz, hogy elvégezzék a dolgokat. A gyereknek már tök természetes, nekem mondja Benni neki, kukja van a lányon, meg punciuk, egyáltalán nem akad fenni ezen. Föl sem merül bennük, ha te merül. Nem erőltetett, tehát miért kell mindent direkt belőhozni, én azt nem értem, hogyha ő kérdez. Elő, Anna, de igen, de mert a felnőttekben van egy ilyen kényszer. Akkor vegyük el tőlük azokat a dolgokat is, és hozzuk elő direktbe, akkor beszélgessünk arról, nem tudom, erről szabad, de korán van 7:30. Ha nem mondasz ki semmiről, hát lehet. Hát igen, akkor beszélgessünk a Mikulásról és meg a Jézuskáról, és kezdjük kell beszélgetni, hiszen el kell neki mondani, nem vagytok jó pénzért. Tudtam, hogy jó lesz ez a cikk. Tudtam, hogy izgalmasabb ez, mint az én fája. Ne, az is nagyon jó volt. Nem elmond, tehát itt pont nem arról van szó. Akkor utaljunk rá, akkor kezdjük el sejtetni, hogy tulajdonképpen mi is van a Mikulás kérdéskörrel. Ne keverd össze, annak két különböző sztoriról beszélgetsz. Itt nem arról van szó, hogy le kell ülni a 4 éves gyereke, és el kell neki Feri, mondani mindent. De akkor pont fordítva látod. Pont fordítva látod. Annának van igaza. Ez egy felnőtt... Szerinted azt azért tegyük hozzá, ugye? Felnőttek csinálták ezt a filmet. Felnőttek bagatelizálják el, tehát egy gyerekkel pont nem így kell elbeszélgetni arról, hogy egy kuki ugrál napszemükbe cilinderrel. De ki mondta, hogy el kell beszélgetni? Ezek után a gyereknek lesznek kérdése, és azt mondja, hogy apa, minden kukin van kalap, meg napszemüveg, meg sétálóbot? Nincs. És akkor elbeszélgetsz vele, hogy egyébként ez egy fura értelmezés ennek a rajznak, tehát én nem vagyok annak híve, hogy ne beszélgessünk. Így van, de annak, erről van szó. Itt most azt látjuk szerintem, hogy a svédek felnőtt adja, kitalálták, hogy mi a jó a gyereknek. Te Jürgen Schlüssen, Klülen Flütjen, tegyél rá egy cilindert, hallod, Smassa Hossen, tegyél még rá egy sétálóbotot, ezen majd nagyot nevet a gyerek. Miért? Nem is érti a gyerek. Tehát ha te elbeszélgetsz majd mi 8 évesen a Pannával, így fogsz vele elbeszélgetni, hogy nézd, mekkora kalap van a... Nem, ezt 5. kérdezed, és 5. mondom, hogy nem. De akkor ennek mi értelme van? Az, hogy ebben nő föl, hogy ez egy nyílt táncoló, dolog. Táncoló Nuni között? Nem, hogy lehet róla beszélni. Abban igazad, nem tök igazad van. Ez tök igazad. De ez belőled fakad, ez nem kell semmilyen kuki meg puni rajzfilm, ez belőled fakad, hogy nyílt vagy otthon. Még átér érted a komp Svédországból, Dániába, és beszívnak, és csinál egy ilyen rajzfilmet. Ennyi. Igen, isznak is közben, mert ott olcsóbb az ital. Azért mondom, hogy nem tudom. Tehát az belőled fakadhat. Te tényleg bármit kérdezhet az én lányom is, mert meg is szokta érezni. Mert látja a 8. lányokat is. Ti nyitottak vagytok, ti elmondjátok. Figyeljetek! De nagyon sok, legyünk azért őszinték, nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy ilyen megdöbbentő, mi is csináltunk már belőlem is, hogy megdöbbentő kérdéseket tudnak feltenni, nem kisgyerekek. Na de azok kamaszok, az 10-12 évesen. De ez is annak az oka részben, hogy elmarad a felvilágosítás. Az oké, hogy elmarad ebben a formában? Átadása. Ez egy jó formája? Cilinderben ugráló kukik napszemüveggel? Ez is formája. Mit látok egy animációs, hogy ó, Beni, csücsi ide az ölemre, hát képzeld el, nem mindegyik kukin van kalap, bár hívnak néhány embert úgy, hogy kukik alap. De azt akkor mondod, ha dühös vagy, és egy kicsit máshogy fogalmazol, ugye? Szóval, hogy végezzünk egy tesztet, komolyan mondom. Vigye haza ma mindenki ezt a svéd
Jólen Flukken, animációs Snoppen, Snippen, Bicákultem, Barnekallen videót. Mutasd meg te a Karinának, jó. Mutasd meg a Somának, mutasd meg a Pannának, megnézzetem a Benivel, és holnap mindenki mondja, hogy mit mondott a gyerek. Szerintem egyikőknek se fog leesni, hogy mit látnak. Nem. Szent meggyőződésem, hogy szerintem még a Panna, aki legidősebb, nem fogja azt mondani, legidősebb. Hogy hihi, kuki, hihi, nuni. Szerintem nem. A Karina legidősebb? Karina legidősebb. Szerintem nem. 7 éves lesz. Szerintem nem. Figyelj, nem érdeklik ezek a dolgok, hogyha kérdez valamit, akkor válaszolok rá, tehát nyitottságból, de nem érzem azt az ingert, hogy most erről kellene vele különösebben bármit, meg ilyen filmeket betenni. Volt bármilyen kérdés már valaha? Amiből azt éreztétek, hogy kezd érdeklődni? Nekem most a Benni föltett egy kérdést, és amennyire örültem, annyira szomorú voltam. Na. Mi volt a kérdés? Elvittem tornaedzésre. Fél óra után kijöttünk, mert rohadtul untak. Akartam, hogy menjen, van így, mindegy. És meglátta a lányokon a tornadresszt. Figyelj, 3 napja erről beszél. Hogy van-e alattuk bugyi? Ugye, mint az apja. És azt mondta, hogy apuci majd, ha anyuci nem hallja, akkor beszélgessünk a bugyikról. És így álltam, és azt mondtam, hogy egyrészt örülök, mert hát azért. Másrészt szülőként rájössz arra, hogy milyen jó, amíg a gyereked nemtelen, és kicsit ilyen androgűn, és még megvan benne az az ártatlanság, amit úgy szeretünk a gyerekben. De ezzel a kérdéssel már elkezdted érezni, hogy természetes. Ugye az, hogy fejlődik, de úgy azt éreztem, hogy oda van valami. Tudod? A gyermekedből. Eltűnt az, amikor még nem telem, még nem érdekli, még egy a fiú, egy a lány. Még... És tegnap este már hosszasan beszélgettünk a bugyikról, még Wall Story bőven. Tehát, hogy... Megmutattad, ami rajtad van. Egyrészt megmutattam, hogy nézd, anyád bugyját vettem föl reggel, mert nagyon álmosan öltözködtem. És úgy azt néztem, hogy de jó, de hogy úgy kicsit tudod, úgy szomorú is vagy, hogy az a gyermeki ártatlanság, amiért a leginkább szerethetőek gyermekkorban, neked is ilyen 5-6 éves, az egyszer csak ilyen kérdések hatására elkezd eltűnni, nem? Neked még a Soma semmit? Dehogy nem. És azóta bugyikról, hogy van-e a tornadressz alatt bugyi, és hogy milyen bugyi, hogy, és mondtam, hogy de jó, de kicsit szomorú is voltam, hogy oda. De mennyivel jobb ez, hogyha azt mondta volna, hogy ő is ilyen dressz szeretne hordani. Aznál. És Benni szeretne a gerendára. Azért még az se jelentene sok minden. Nem jelentene sok mindent, igen, de nem volt bennetek egy ilyen, amikor ezt az első kérdés föltette, hogy basszus, valami elkezdett kinyílni. És na, a természetes a legtöbb... út, hogy kinyíljon, de úgy oda az a nemtelensége, az az androgűn lénye, tudod, hogy még úgy nem érdekli, és az olyan jó. Legyél büszke, ezt engedd el ezt a részét, és beszélgessé, tehát ne zárkózz be, mert fél 11-ig fenn voltunk. Na, tessék. A gyerek belealudt, én még 3 óráig sztoriztam. Ez a... A gyerek a végén már annyit mondott, apa, hadd aludjak is. Képzeld el, és az edzőnénén, és az edzőnénén. Képzeld el, mielőtt nem ismertem anyádat. 1992-ben egy olyan kalandom volt. Olyan csodákat láttam. Szóval, hogy nyilván egyébként jó is, meg persze az ember örül szülőként, csak közben már ugye azt érzed, hogy valami elkezd eltűnni, nyilván nem tűnik el, az hosszú idő. Mi kamasz lesz, de hogy elkezdett érdeklődni a csajok iránt, és innentől kezdve már egy picit más. Más fiú lesz ő. Igen, már van neme. Igen, mondod, neme lett, most hirtelen. Most már ő kis fiú lett. Igen. Ez érdekes dolog. Na, levetítjük nekik este? Én biztos, hogy megmutatom nekik, mert hat szocializálódjam. Nincsen semmi ráhatás. Az, hogy fiam, kislányom... Nézzünk egy mesét. Ez lesz. Mondd el, hogy mit láttál. Legyen csak ez a kérdés, hogy mondd el, hogy mit láttál, és jegyezzétek meg, hogy mit mond. És mutasd meg csak... a Petinek is, Anna, hát ha lesznek kérdés. Oké. Jó. Csak kíváncsiságból, hogy mondd el, Karina, mondd el, hogy mit láttál. És írjuk föl, hogy mit mondanak, jó? Jó. Jó. Én megpróbálkozom a békával is, hát. Figyelj, egy cilinder van a kocsimban, meg egy napszemeg, az szíves. Mindig van nálad, mi? Mindig van egy cilinder. Perverz. Na jó, jött néhány hozzászólás, jövünk mindjárt az SMS-eket. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan. 4 perc múlva szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk. Hello, jönnek az SMS-ek, és egy svéd animációs filmről beszélgettünk, ami tulajdonképpen csak kiváltója a témánknak. Ugye, hát a svédek felháborodnak, inkább jól szórakozunk ezen. Megbeszéltük, hogy jó vagy nem jó ilyen animációs filmeket nézetni a gyerekkel. Tudományos kísérletnek vetettük alá a gyermekeinket, ma este mindenki megmutatja otthon. Az animációs kisfilm linkjét feltettük a Facebookra, úgyhogy meg tudjátok nézni. Hát elsődleges jelleggel férfi és női nemi szervek táncolnak benne cilinderben, kalapban. Van, aki szerint ez szörnyű és felháborító, van, aki szerint ez tök vicces. Igazából... kicsit naturális a dolog, beszélgettünk róla, de hát azért komolyan nem háborodtunk föl, csak mindenki máshogy lát bizonyos dolgokat, de inkább a felvilágosításról beszéltünk, ez szerintem nem veri ki a biztosítékot egyikünk mi esetet. Utoljára mondom el. Láttunk szörnyűbb dolgokat, meg a gyerekeink is látták szörnyűbb dolgokat. Utoljára mondom el, hogy ez nem felvilágosító film.
tehát semmi köze hozzá. Nem történik semmi, mint énekel, táncol egy nuni, meg egy kuki, illetve több nuni kuki. Ez azt hivatott segíteni, hogy nyitottabb legyél a témakörben. Ne legyen tabu a szexről beszélni. Ennyi. Ja, tulajdonképpen ennyi. Nem világosít fel. Ez nem mutatja be az óvszer használatot, nem mutatja, és mehetnék tovább, de nem megyek. De azért helyre tesz két kérdést. Hogy kin hát, van hogy a kuki, és kin van a nuni. Az egyik hol, kin, és a másik pedig igen, hol, és hol. Kin. Érted? Tehát ilyen értelemben. Igen, elküldte nekünk egy hallgató, hogy miről énekel, mert hogy ő hallgatta, vagy meghallgatta, és tud svédül, és azt írja, hogy itt jön kuki és nuni, ezen keresztül pisilsz, kukinak nincs nadrágja, és nuni az öreg néni is elegáns. Körülbelül ez a szöveg. Aha. De ha valaki el tudja nekünk ezt mondani telefonon, akkor szívesen meghallgatjuk. Nuni szóval sokat nem tanul a gyerek belőle, ez Ági küldte nekünk, valószínű, hogy tud svédül, vagy Svédországban él. Itt jön kuki, itt jön nuni. Igen. Uh-huh. És hogy a... Aha. Igen. A 8 éves kislányommal együtt nézzük a Szex és New Yorkot, ő kérdez, én meg válaszolok. Az egy erős kiképzés. De nagyon célravezető. Célravezető egyébként, én is tapasztalatból tudom, hogy mint megfelelő filmek, sorozatok nagyon jót tesznek. Igen. 8 évesen Szex és New York-e szerintem szülője válogatja, engem lányom le, nem biztos, hogy 8 évesen még Szex és New Yorkot nézzék vele, de nincs ezzel baj. Mindannyian máshol tartunk szerintem is. A dolgokban. Ebben nincs egyetemes igazság, igen. Itt van egy hallgatónk, Zsolti Göteborgból. Hello Zsolti, jó reggelt! Sziasztok, jó reggel! Hello! Na, te láttad ezt a kis animációs filmet? Igen, igen, sikerült megnézem. De tök helyes, nem? Egy kicsit mellentúl, de szerintem helyes. Tehát így a mikorosztálynak abszolút bejön. A mikorosztálynak igen. Vannak gyerekeid? Vannak. Mekkorák? 8 és 10 évesek. És ők, nekik megmutattad? Ők látnak ezt maguktól. Itt az szokott lenni, hogy az iskolában így beszokták mutatni a dolgokat, meg szokták beszélni a dolgokat, a világ nagy dolgait, és hasonlókat, és azt hiszem, hogy ezen is ők már túl vannak, ezt ők már látták. Ja, hogy bejött a tanárnén, és azt mondta, hogy gyerekek, hoztam egy animációs filmet, és levetítette nekik? Ezt konkrétan nem tudom, hogy ezen ők már túl vannak-e, de hétről hétre különböző dolgokat kibeszélnek, megnéznek ilyen hír értékű dolgokat, és kibeszélni. Tehát elég fontos szerintem számukra, hogy a képbe legyenek a gyerekek a világban. De ez nagyon fontos, ez jó, hogy lehet se róla beszélni. Te érted ennek a szövegét egyébként? Igen, nagyrendileg igen. Szerintem jól lett fordítva, amiket mondtatok, tehát ez a ti és ki, ők így egy jó csapatot alkotnak. Egyébként egy jó csapat. Igen. Egy nagyon jó vegyes város. Csapat. Abszolút. És tulajdonképpen erről énekelgetnek. Hogy és rajta kaptad már magad, hogy dúdolod? Egyébként igen. Bacilla Kuten Barne Kallen dalát dúdolgatod? Ebben Barne Kallen a női? Ja, nem. A Snoppen az a kuki, a Snippen az meg a punci. Snoppen of Snippen, igen. Ez a music video. Igen. Snoppen of Snippen. És ez úgy is van, tehát itt a gyermeknek a nemi szervét jelzik ezzel. És ez Snoppen a kuki? Igen. Ez Snoppen. Hát csak hogy ha arra járnánk még egyszer egyedül, akkor... Én inkább Snippen párti vagyok, de ahogy érzed. Gyerekek, ez nagy Snoppen. Ezt mondhatjuk. Jó. Gyerekek, ez most nagy Snoppen. Ez simán lehet így mondani. Te mit csinálsz egyébként ott arrafelé? Ott éltek, gondolom, nem? Göteborgban? Igen, én itt élek. Mit csináltok? Ugye együtt? Tehát én dolgozom, a párom dolgozik, a gyermekeknek iskolába jár. Amit csinált kérdés, az erre vonatkozik nyilván. Igen, még ennél az lehet, hogy éppen kávézom. Igen. Hát nyilván arra gondolok, hogy igen, hogy mit mi a meló? Mi a meló, miért mentetek oda, mióta vagytok ott? Volt itt a Snoppen, és azért mentetek ki oda? Mert ott jobb a Snippen? Beleütöztem egy nagyon nagy Snoppenbe, igen. És Snippennal együtt ide jöttem. Ez jó. Csak meg kell, hogy kínozzunk, hogy elmond, vagy nem akarod elmondani? Nem. Én most az építőiparban dolgozom, mint asztalos és festő. Egy cégnél, mint alkalmazott. Magánvállalkozásom és a másodállásban. Na, hát akkor beindult a svéd biznisz. Igen, és a gyerekek már ott születtek? Vagy velük együtt vettetek egy nagy levegőt, és kimentetek? Velük együtt vettünk egy nagy levegőt. A kicsi még nem volt egy éves, a nagyobbik pedig
már töltötte a kettőt. Jó. Hát, és most már jól beszélnek akkor, nem? Sőt, hát megtanulták a nyelvet, gondolom én. Hát jobban, mint én. Nekem jó, fontos szavakat tudod. A snop and snippán azért ragad rád valami, tehát nem mondhatjuk, hogy nem tanultál. Tanulgatod te is? Persze, tanulom. Nem, a legcikibb az, amikor tudod, hazajön a gyermek az iskolából. Egy ilyen, mondjuk rá, hogy intővel, de itt egy lapra írják mindent, hogy a gyermek azt mondta az iskolába egy osztálytársának, hogy, és oda van írva egy szó, és odaívom a gyereket, mert én ezt nem tudom. Ez mi, fiam? Igen. Az már nem fér adásba, hogy mit mondott a gyerek. Nagyon jó. Hogy mondtál meg egy olyat, hogy mivel ide, mit tudom én? Szlottyen, flottyen, lólent, flottyen. Valami ilyesmit, és akkor így elővettem a kölköt, hogy hát ez mi, és meg be is hivatott a tanárnő, hogy ilyen csúnyán nem beszélünk. Hát tavaly elnyerte az idősebbik fiam az iskola legrondább szájú tanulója nevet, hogy honnan szedi, azt viszont csak az iskolára tudok megint csak mutogatni, hogy mi azért nem beszélünk otthon így, mert nem is ismerjük ezeket a szavakat. Nagyon helyes. Mondjuk azért megnéznélek téged egy szülőértekezleten, ahogy így a svéd Hasselhoffen így leül eléd, és akkor így elkezdi mondani, hogy mi a baj a gyereket, meg nagyon bólogatsz, és nagyon mondott, hogy kell mondani, hogy elnézést teszteni, így nem értettem. Mondjuk az már egy kicsit tanárnéni is belevörösödős, amikor elmagyarázza, hogy tulajdonképpen ez a snoppen, amikor már merev állapotban van, akkor ezt így hívjuk. Aha. Jó, értem. Igen. De ha jó fej vagy, el is magyaráztatod vele, akkor is, ha érted. Hát, még olyan. Mondom is, hogy meg is kéne mutatni, mert nem értem még mindig. Hogy tetszik mondani? Haj, szeretek ott élni egyébként? Megszoktátok, hogy jó? Hát figyelj, az azért hiányzik, amikor egy nyáron egy szál pólóba, egy szál rövidgatjába kimész, és akkor egy jó idő van. Hát egy csütörtök délután csak jut nektek. Hány fok van ott nyáron Göteborgban, mondjuk egy júliusi estén? Hány fokot mértek? Figyelj, most piszok jó volt az utolsó nyár, 29 fok. Wow! Ilyen nincs egyébként, itt ilyen nincs. Ilyen 20 fokok, 21-2-3, és ha fürödni szeretnél a tengerbe, akkor neked is egy ilyen kicsit snoppened lesz, mert most van 17. Sok magyar van kint egyébként rajtatok kívül? Tehát van egy ilyen magyar közösség, akivel itt tartjátok a kapcsolatot, összejártok, átjártok egymáshoz, főztök egymásnak, a gyerekek játszanak egymással. Van ilyen? Vagy csak ti vagytok? Nem, van ilyen. Itt a városban is van ilyen, és van egy ilyen társaság, ami egész Svédországban, ilyen fiatalokkal indult, ugye, de ez még a 80-asokban, most már ők idősebbek, de körülbelül ez a 30-es, 40-es korosztály, és évente 4-5 alkalommal összejárunk Dél-Svédországba, Közép-Svédországba, egy ilyen nagyobb házat kibérelünk, megtöltjük, és akkor ott iszonyatosan bulizunk, beszélgetünk, jól érezzük magunkat, de szerintem meg lehet találni a magyarokat itt is. De jó. Ők is keresnek téged, úgyhogy ennyivel jó. Na jó van. Jól van, köszönjük szépen, hogy elmondtad, aztán kitartás a gyermekneveléshez, van akkor esemény bőven, azért igen, 3 gyerekkel. Zsolti, köszi, vigyázzatok magatokra, jó munkát! Ti is, minden jót nektek! Köszi! Hello. Ciao, hello. Smörgás Margarit. Igen. Na, gyorsan még egy-két SMS. 5 éves kisfiamnak óvodában Mikulás ünnepségben a legnagyobb élmény a krampuszok cicije okozta. A krampuszok kamaszlányok voltak, Kriszti küldte ezt nekünk. Tiltakozom, a magyar tévében is látok egy csomó éneklő fütyit. Írja valaki. Igen, az én lányomat néztétek a teremben, kötére mászott, nincs bugyi. Igen, ez még a torna edzésem volt, igen. Sziasztok, az én 6 éves kisfiam kivágta egy napilapból a cicis csajokat, majd eldugta az ágya mögé, és ráfogta a sógoromra. 6 évesen kivágja a cicis képeket. Mi lesz ott egy-két év múlva? Annál nagyon kemény. Engem. Kipróbáltam a napszemüveget, jól áll rajta. Indüljék vagytok, a Ferének van igaza, írja egy hallgató. Igen. Akkor van baj, ha a gyerek megnézi ezt a mesét, majd az óviban elkezd meseszereplőket rajzolni. Az mondjuk tényleg elég meleg. Kisfiam, mit rajzolt a házikót? És te fenyőfát, és ne snoppent. És egy óriási napszöveg, meg egy iszonyatos bré. Igen, vagy visszakérdezed, hogy szerinted. Nem ismered, tudod, kicsi. Igen. Morning Show. A Klassz FM. Figyelj, akartam neked ajánlani egy cukrászdát. Tényleg? Igen. Nem gondolod, hogy nem ismeri az összeset. De messze van, szerintem nem. Csak nagy sokára érnék vissza ezért. Nem, képzeld el, hogy van egy fodrászüzlet a Keleti Károly utcában. Igen. És a Keleti Károly utcai fodrászüzlet mellett én betévedtem ebbe a cukrászdába, és kiderült, hogy valami 6 vagy 7 díjnyertes sütijük van. Figyelj, olyan cukrászda, hogy szerintem te már a bejáratnál elsírnád magad. 6-8 sütit ajánlottak, mondtam, hogy köszönöm, nem, én 2 darabot viszek, azt is a Viki fogja megnyerni, nem félkrémes, és én egy hétet csöcsre vágom magam. Aha. Tudom.
Ismered? Nem ismerem, a névről ismertem már őket. Állítok, az éj francia krémese vettem belőle egyet, felfoghatatlan, hogy mit csinálnak. A zserbóból adtak egy falatot, vágtak oda, döbbenetes, vittem egy ilyen trüffeles valamit, hihetetlen, és gondoltam rá, hogy na, én aztán ritkán ajánlok neked valamit, teszek még egy utolsó kísérletet. A minőség felé, hogy nyithass? Hát nem, hát, ha tényleg ízlik, figyelj, menj el. Elmegyek, megnézem őket. Ez, hogy sétálsz a Keleti Károly utcában, mész egészen fölfelé ugye a villamos megállótól, mész, és a templomnál az iskola után van jobbra. De elmondom neked majd adáson kívül, nem akarok nekik így reklámot csinálni. Abban az utcában egyébként mielőtt megírná valaki, 8 darab cukrászda van, úgyhogy ez így még nem tud reklám lenni, viszont én elmondom, hogy melyikbe menjél be. És mondták, hogy nagyon sok szeretettel várnak. Oda láncolod magad a bejárathoz, érted, ha egyszer bemész. Először kicsit leszúrtak, hogy csak most megyek be, hiszen oda járok fodrászhoz, és mindig elmentem előttük. Mondom, ne haragudjatok, elnézést, hogy elkövettem ezt a hibát. De tényleg jó. Tehát, hogyha arra jártok Mónikával, szerintem tudnak neked olyat mutatni, ami azért a te... Nem, egyedül kell tesztelni. Nálad eléggé magas a mérce, tehát nehéz olyat ajánlani, ami megüti a szintet, mert azért ebben te izé vagy, expert vagy, de menj el, szerintem találsz olyat, amire azt mondtad, hogy na igen, ez jó. Szerintem megtaláltam egyébként, és őszintén mondom, hogy a málnás browniuk, illetve a megyes áfonyás csokitortájuk, tízig meg vagy. Az felkeltette az érdeklődésemet. Egy tízig meg vagy. Erre ti egyébként hétvégén szerveztek egy kétnapos kulturális programot. A Keleti Károly utcai templombejárás, a rózsadombi vármaradványok. A biztonságkedvéért kimosatom a hálózsákomat is, hát ha ott alszunk. Igen, visszafelé a 11-es busszal egy kis budai hegyekben egy kis túrázás, és utána záró akkordként a második kerületi cukrászdában a család egy olyan nyolc-tíz krémesre, hogy beugrik hirtelen. Már odafelé is egyébként turbosíthatok, hogy legyen egy kis vércukor emelkedés a túrázásra. Úgyhogy menjetek el, eszembe jutott. Tehát tényleg, én nem nagyon szoktam neked ajánlani, mert mondok valamit, általában vagy nem ízlik, vagy nem olyan. Azaz. Oké. Azaz. Meg is vagyunk. Azaz. És a francia krémes. Valami Világ díjat nyertek, valami igen. Díjat nyertek vele, igen. Mondom, nem ez az, amivel díjat nyertetek, mert akkor már egy éves idő. Nagyon azért csináltatok újat. Annyira azért nem örültetek meg neki, hogy azóta nem csináltatok újat. De tényleg jó vagy. Szerintem pénteken beugrom. Minden friss legyen. Hallottátok? Készüljetek. Tudod, és most a cukrász kezé egy megremeg. Beleütött egy fél kilóval több cukrot a Wildingba, hogy jön a Jani, tudod, az ország cukrászda tesztelője. Ne, csak mondom nektek, hogy ugye sokszor az a vád ér, hogy nem merek mondjuk így nyíltan adott esetben konfrontálni akkor sem, hogyha valami nem tetszik. Uh-huh. Most ez nem az a műfaj. Tehát így ez viszont könyörtelen vagy. Tehát most a múlt héten is intéztem már egy telefont egy kávézóba, igen, és gyakorlatilag minden egyes alkalommal. Nem, hát konkrétan az történt, hogy szerintem nem volt friss a torta, és már gyakorlatilag ki volt fehéredve rajta a csokidara, hazavittem, meg elfogyasztottuk ebéd után, és én őszintén gondolom azt, hogy a desszert az étkezésnek a csúcsa. És betelefonáltál? És betelefonáltam. Oda telefonáltam, és megmondtam nekik, hogy én azt gondolom, hogy ez egy tartatatlan állapot, és hogy méltatlan a helyhez. Méltatlan a helyhez, nagyon nagy csalódást okoztak, és akkor mondták, hogy ha legközelebb arra jön, mondom, nem a potyasütért csinálom. Azért csinálom, hogy ez többet ne forduljon elő, mert még egyszer előfordul, többet nem megyek. De mondod, hogy ki vagy? Igen. Sebestyén Balázs. Igen, mindig mondom. És kivel beszélsz ilyenkor? A cukrász vezetővel? Vagy ott egy pincér veszi föl? Nem, fel oda telefon, és akkor mondom, hogy jó napot kívánok, Matnál Zsófia vagyok, és azért telefonáltam. Igen, meg Szél Tamás vagyok, és azért telefonáltam. Bárki, aki felveszi. Bárki, tehát nem kérem így a cukrászdának a vezetőjét. Vagy mit csinálnak vajon egy ilyen telefonát? Leteszi, és azt mondja, hogy jó, persze. Vagy tényleg elmegy a cukrászmesterhez, vagy azt mondja, hogy néz, mondjuk idősebbnek hajtsa, azt mondja, a Véntrojtnak sincs jobb dolga, tudod, itt reklamálja a helyet. Tehát mit... Komolyan vehetik? Valószínűleg egyébként cukrászdája válogatja, nem? Nem hiszem, hogy leesik majd neki a tantusz egy vagy két hét múlva, vagy három hét múlva, hogy én nem megyek oda többet, de talán. A másik meg az, hogy ez miattam fontos. Érted? Én el akarom mondani, azt akarom, hogy legyen visszajelzésük, mert sok esetben tényleg olyanok az emberek, hogy nem mondják el. Tehát, hogy így, hát jó, most nem volt annyira friss. De várj, mi a mozgatórugód? Én rendelek egy pizzát, nem ízlik, nem jut eszembe az a mozgatórugód, hogy utána jobb legyen, vagy hogy kibeszéld magadból a kajálás közben okozott mind a csalódás. Kettő. Mind a kettő. Mert ugye ti arra rákészültök, megterítetek, fölöltöztök, tehát leültök. Nem úgy, hanem tudom, hát a Janinak az édességevés az egy szeánsz. Tehát az egy
az egy rítus, nem? Hát te nem a hűtőből eszed ki a francia krémest, megterítesz, fölöltözöl, imádkozol, gyertyát gyújtasz, és utána leül a család. Kezdett lábad mostatok? Na, akkor jöhet a francia krémest. Csak úgy nem nyúlunk a süteményhez a Janéknál. Tehát mindenki ugrik valamire, nálatok ugye a desszert elfogyasztása kell. És akkor már kaja közbe telefonálsz, vagy megeszed, és utána? Utána. Utána? Utána. Megtöröm a számot, és már most is így történt, megtöröltem a számot. Ment fel a netre, megnéztem a telefonszámokat, utána pedig már csörögtem is be. Elmondtam nekik, hogy óriási vagy, két órával ezelőtt. Óriási vagy. Milyen hangnemben beszélsz? Teljesen normális. Tehát normálisan mondom. Jó napot kívánok, két órával ezelőtt vásároltam önöknél két tortaszeletet, egy narancsos trüffel volt egyébként, két narancsos trüffelt, és őszintén szóval nagyon nagy csalódás volt a süteményük, szerintem állott volt. Igazából én azt gondolom, hogy ezt nem engedhetik meg maguknak, egyrészt azért, mert 700 forintot ne kérjenek el egy olyan torta szeletért, ami zseni vagy állott. Hát másrészt, ez megint egy újabb dolog, amit nem tudtam. Nagyon figyeljtek, jó. Nem csak magam miatt csinálom, hanem miattatok is. Én a vásárlót, a fogyasztót képviselem, nem. Nem szubjektív, mert, hogy ami nekem ízlik, az lehet, hogy nekem nem ízlik. Torta, a penészes az nyilván az egy exakt dolog, tehát az mindenkinek penészes. Erre ugyanúgy rácsúszhattok ti is. És azért nehogy értem, hogy ajánlok valami cukrászatot, aztán mondjuk, amiket én ajánlok, ott nem történik ez meg, de... Istenem, add, hogy ez most jó lesz. Azt tudod, hogy véged van. Egy süti legyen jó, tényleg, tehát gyere be úgy hétfő, hogy figyelj, nem lehet. Igazad volt, 10-ből 8 azt mondta, hogy ez vagy nem volt olyan, egyre ma, ha azt mondod, hogy ez most jó volt nekem, az már akkora öröm lesz. Francia krém, valamit mondok, hogy én küldtelek, vagy nem tudom, bármi. Félreértések elkülönöse véget, ez a cukrászdáknak is egyébként egy nem csak hogy kötelességük, hanem nagyon komoly érdekük. Két-három sarkonként van egy cukrászda a városban. Hát valójában nem valami olyan veszi föl, aki lerakja, és azt mondja, és megy tovább. Tehát, hogy figyeljetek, nagyon sok hely, mondjuk így szájhagyomony útján reklámozik a leghatékonyabban. Tehát, hogy azt mondom, hogy ez jó, az jó, amaz jó, te meg elmondod még két embernek, az megint két embernek, gyakorlatilag mint a piramis játék, csak ez legális. És rengeteg emberhez eljut egy helynek, egy jó helynek a híre, így én is nagyon sok tippet kaptam, lásd most is például tőled, úgyhogy nem mentem fel a netre, nem néztem különböző toplistákat, stb. Bár én ilyeneket is szoktam. Cukrász top lista. És figyelj, a jó hír, meg a reklám, meg az ajánlás, az ugyanúgy terjed, mint a rossz. Tehát, hogyha én adott esetben mondjuk kétszer csalódom egy helyben, akkor... Persze, már nem azt oda. Megértem, hogy nem mész. Én sem megyek, rendelek egy pizzát, nem jó, nem adom meg az esélyt, de nem lenne rá energiám. Figyelj. Tehát mindenki valahol nyilván kiél valamit, nem tudom, ki a közlekedésben, ki egy-egy ilyen telefonban. Egyszerűen nem lenne rá energián fölhívni a pizzériát, hogy figyeljetek. Odaégett, nem volt jó, úgyse kapod vissza. Tehát, hogy nagyon nem tudnám ezt megcsinálni. Én egy picit bolond vagyok, meg fanatikus is, meg hála Istennek megengedhetem magamnak azt, hogy mondjuk így rendszeresen fogyasztunk ilyen minőségű cukrászipari termékeket, de mi van akkor, hogyha például egy nagy családos hetente egyszer, mondjuk, aki hetente egyszer engedheti meg magának, bemegy, azt vesz magának, mit tudom, meg a gyerekeknek 6 vagy 8 szelet tortát. És rossz. És tehát rossz. Ez neked egy szabadságharcod a cukrászokkal? Egy kicsit ez van az ászlajára írva. Te orláni szűzként így mész, és harcolsz ellenük velük kivont karddal? Igen? Érdekes, nem, én soha nem telefonáltam így. Fegyvere a villa és soha. A telefon. De én látom, hogy bemész hallani, hogy összerezzenek. Szerintem tudod, ez tök hogy jó. Tudjál a paraszkönyved, itt van, megjött. A legjobbat adjátok neki. A süti killer. És hogy nézik az arcodat, ahogy így ide elfogyasztod a krémest, állva ott az asztalnál, tudod, kis kávéscsészével. Nem csak én, senki más sem érdemli meg azt, hogy állatsüteményt kapjon a pénzért. És miért nem merünk szólni akkor? Vagy lustaság van, hogy nem, franc hívja fel. Nem, hát becsomagolják, elviszed, nem ízlik. Hát én azt mondom, hogy így jártam, ez most nem volt jó. Tehát én magamra veszem azt sokszor, hogy nem ízlett. Ha most penészes, büdös, rohadt, akkor igen. De ha nem ízlett, akkor én nem azt mondom, hogy az ő hibájuk, hanem azt mondom, hogy más nekem ez az elkészítési forma nem ízlett. Ha nyilván viszel 4 sütit 4000-ért, és nem tudom, hogy 3000-ért, 1500-ért, és mindig penészes, akkor kicsit élek. Tehát akkor az ember lehet, hogy még oda is csörög. De például van egy száraz csoki torta, és én veszek valahol, és azt mondom, hogy ez nekem nem ízlik, akkor én azt gondolom, hogy ez az én ízlésem szerint nem jó. De érted, mire gondolok? Oké, de vannak olyan standardek. Ha penész van rajta, akkor igen, az érthető. De van olyan... Ha ízében nem ízlik, gondolok, azzal nem ez tudsz. Nekem, én szeretem a krémesebe, ez az... Kezdeni, igen, azzal nem tudsz reklamálni, de hát tesszük, igen, a frissesség, tehát száraz volt a süti. Most egyébként a kerületünk egyik legjobb nevű cukrászdát például fél éven keresztül bolykottáltam. Ez nagyon komolyan mondom. És elmentél előtte villamosra, és azt mondtad, hogy még mindig nem jövök? Várjatok csak! Nem, állt a kirakat előtt egy kicsit így. Na, nem megyek be! De csak a te fejedben bolykott, nem?
Nem. De náluk ez valódi bolykott? Hát észrevették, hogy te nem mész? Hát mivel írtam egy levelet is neki. Ne, várjál, ne, postán ne, vagy e-mailben? Ne. E-mailben. E-mail? Fia, hát fia, ez nagyon kemény. Tisztelt cukrászda! Tisztelt, nem tudom, tisztelt cukrászda. Eddig spinnál. Egyes pont, igen. Igen, kettes pont, hármas, és a négyes pont. Nem, és most önöket június 31-ig engedjék meg, hogy ne látogassam. Tisztelettel, Vadó János. Először felsorolta, hosszasan méltatta a régi érdemeket, és leírta, hogy ő 10 éve törzsvásárlói. Igen. És ha azt a pénzt, amit ő ide behozott, összerakná, akkor egy budai villa ára lenne belőle. Na most ennek feltörted vége. Az e-mail fiókom. Honnan tudod, hogy mit kérd? Ezt írtam igen. Egyébként szinte gondolom, konkrét. Eszélyszerűen kibontottad a minőségromlást, és a végén összegezted, hogy te bojkottálod őket. Igen, és nagy szeretettel, tisztelettel, Vadó János. Most egy ideig pihentetem a kapcsolatunkat így egymással el. Elcsúsztak sajnos a dupla teszten. És nem írtak vissza, hogy ez nekünk sem nagy baj. Legalább nem izgulunk minden nap, hogy ízlettel sütem. Nagyon korrekt, válaszoltak rá? Levelet kaptam, egy válaszlevelet, és azt mondták, hogy azt írták, hogy nagyon sajnálják, hogy voltak ilyen negatív tapasztalataim a helyjel kapcsolatban, és nagyon remélik, hogy legközelebb ez már nem fordul elő, és újra majd a vásárlók közönségük között üdvözölhetnek engem is, és kis csapatban. Azt nem írták, hogy mindent megtesznek azért, hogy ez ténylegesen meg is történjen. Nyitok egy cukrászát egyszer, ne hagyj Isten, én titokba tartom. Tehát, az lesz a neve, Jani ne. Jani ne. Jani mentes, tudod? Jani mentes övezet. Jani ne. Jani, igen, ki itt belép, hagyd fel minden, remény, Jani ne. Igen. Voltatok már a Genine cukrász, de van Genine. Ez nem Genine, ez Jani ne. Jani ne. Jani kíméljenek. Ez az a cukrászda, ahol én beírtam, hogy kietlen vidék, nem tudom, de maga a cukrászda az oázis. Ja. És arra te válaszoltál nekem? Mit? Egymásnak üzenget. Igen, üzentem neki, hogy beírtam, ülői úton már, és beírtam, hogy nincs a kietlen vidék, és nem tudom, és milyen szörnyű hely, de hogy ez egy oázis ebben a szörnyű helyben, mint egy ugye utalva arra, hogy egyébként milyen szörnyű helyen van, mert mondtam, az a hely a szörny, ahol te lakszod, visszajöttek. Hónap múlva mentem, és látom, hogy Jani válaszol. Kietlen vidék, tudod, így jött Lőrincre. Észrevettem a bejegyzését, hogy ő ment egy hónapon, és észrevette, hogy én beleírtam, hogy ezen a kietlen vidéken, a sivatagi körülmények között, ezen a lepusztult helyen, ugye... Voltál itt a kollégája is nemrég. Mondom, igen? Na nézzük, melyik? Mit ér. És látok kietlen vidék, és visszaért neki a kietlen... üzengettünk egymásnak a vendégkönyvben. Figyelj, és a Móni egyébként mit csinál? Tehát ott áll a hátad mögött, apácska, tedd le. Ne csinál! Vagy amikor ott vagytok egy cukrászdában, és akkor ízlett, uram, mondjuk valaki nem ismernek. Hát, ha már így megkérdezte, mondott te, akkor elmondanám. Jön egy ilyen 4 órás előadás, és Móni közben mit csinál? Nem, hát nálunk ez... Ki hátrál, vagy iszik egy jó presszót a sarokban? Ez nem köztudomású, de nálunk azért többé-kevésbé ugyanaz a helyzet, mint nálatok, hogy én vagyok a gyutacs, ő pedig a betonromboló. Tehát, hogy ha de cukorban vagy sütiben, te mész vérre. Igen, de én csak pukkanok. Tehát, hogy amikor Muni robban, akkor már nagy baj van. Tehát, hogy akkor már én is menekülőre fogom. Ha ő így, akkor... Igen, ő a keményebb. De ő is reklamál a sütiért? Tehát, ő, ha neki nem ízlik, ő is? Vagy azt mondja, hogy... Apácska, igen, de ő beleáll. Tehát, hogy az a baj, hogy neki elkezd így vibrálni egy ilyen ideg a szemet. Hát ez nagyon kemény. Ő nagyon ez nagyon kemény. Hát a virág meg a legjobb, ő meg így ellöki magától a tenyét, és azt mondja, hogy ez jó, hát ha ilyen szülőkön szocializálódott. De tényleg, de hát egyszerűen azért, mert tényleg olyan, csak ő nem ilyen körülményes, mint én. Kedves üzletvezető. Ezt figyelj. Volt már, hogy egy francia krémes beírtál a panaszkönyvbe? Olyan is van? Hogy mit adhatok? Egy presszó kávét, francia krémest és a panaszkönyvet. Vagy csak e-mailt írsz, vagy betelefonálsz? E-mailt szoktam meg egyébként szóban, hogyha megkérdezi, hogy milyen volt. Tehát régen nálam is ez működött, hogy milyen volt. Nem volt rossz. Tehát, hogy most már nincsen ilyen. Most már könyörtelen vagy akkor mi? Elmondom, a Zahertorta mellé szoktak egyébként tejszínt is felszolgálni, a tejszínt is jobb helyeken egyébként. Bécsben is, de nyilván még nem jártam. Jézusom, de utálnálok. Nem, én sem voltam még Bécsben. Mennyi aztán, ez is süssé magadnak, tudod? Arra emlékszel a kis közös vacsoránkra, amikor elkövette a pincér azt a hibát, hogy megkérdezett Janit meg engem, hogy milyen volt a vacsora. Én elég nagy szájú vagyok, de én szemlesütve ültem. És én csak már jött a pincér, és én sutogtam, hogy ne kérdezz meg. Ne, is, ne. Nem, én megkérdeztem. Uram, hogy ízlett a vacsora, tudod, és így belemélyedtem a telefonomat.
Mert megkérdezte, hogy hogy ez, és kérdeztem, hogy mit akar tudni, hogy kedveset akar tudni, vagy az igazságot. De nem, várjál, nem, az úgy volt, hogy én ültem csöndbe, én a nagyszájú, aki ebben a műsorban mindig a legbunkóbb, legnagyszájú, azt mondtam, finom volt, köszönjük szépen, erre Jani jött egy kis fél órával, és utána te még bevittél valami olyan kegyelemdöfést a végén a kacsára, vagy nem tudom, mire. Megkérdezte, hogy milyen volt. Pécset voltunk, emlékeztek? Igen. Jött egy ilyen, hogy ízlet, milyen volt? Mert megszokta azt, hogy még megkérdezi, és azt mondják, hogy jó, köszönjük. Én voltam ez a nagyon finom köszönjük, mondom, menj, menekülj, te szegény, hagyd itt ezt az asztalt, szaladj! Erre te már robbantál, ugye? Miután a te kajádat hozták ki utoljára, a Jani robban. És aztán hát kérdően még a Feri felé nézett, igen, hogy hát ha majd az, aki ugye sütfőzés ért hozzá, kap egy jó szót, és ott még három olyan mondatot kapott. Hát leültettük ma. Na tesó, figyelj! Hát nekem utána csak annyira volt erőm, hogy... Mert kihozta, és én szépen. Nagyon büszke volt, és ugye megkérdeztem, én mindig meg szoktam az ilyen helyeken kérdezni, hogy mit ajánl. Tehát, hogy mi az, amit jó szívvel ajánl nekünk, illetve amit ő is fogyasztana. Aha. És hát ott ugye az volt a helyzet, hogy hát, hogy is mondjam csak, tehát hogy akkor azt hiszem, hogy azt jeleztem neki, hogy ha maga is szereti a porból készülteket, akkor tényleg, akkor gratulálok az ízléséhez, és akkor nekem ahhoz képest jó volt. Tehát, hogy... De, én nem tudom, én valahogy nem vagyok ebből őszinte. Lehet, hogy gyávaság, nem tudom. Én azt mondom, hogy finom volt, köszönöm. Meg nem ott, hiszek volt benne, hogy meg tudom. Kör, hogyha emlékszel, tehát hogy nem, tehát hogy rendelők, és mégis kiderült, hogy mégsem volt, és akkor vártam már fél órát, és akkor már az egész már, mire kihozták az egyiket, addigra kihűlt a másik, tehát hogy az egész ilyen fura volt. És sosem mondom el, soha. Nincs bátorságom, vagy nem is bátorság. Javítasz rajta, hát jobb lesz a hely tőle. Nem vagy, nem, nem vagyok biztos. Hát én abban sem vagyok biztos, hogy a pincér egyébként, amíg bemegy a konyhába, elmondja a szakásnak, azt mondja, jó, van, hülye, agyáborra volt mennyi. De nem tudom, hogy ezzel valóban elérsz-e valamit. Én szeretem ezt, a milyen volt, köszönjük. Legyünk túl rajta, fizessünk, menjünk. Meg hibázott egyébként a pincér. Mert már szegény akkor, amikor azóta bánja, én akkor, amikor ültem, pedig nem szoktam. Amikor a Feri megtörölte a szállat, és letette egy szállat, és picit ilyen félodasan ismeritek ezt, egy picit egy félodasan egy hátradől. És elereszt egy ilyen finom sóhajt, az egy, na ott kell meglépni. Tehát akkor ott nagyon gyorsan vissza kell menni a mosatlanokkal a konyhába. Egészségére, mondom, én láttam a pincért jönni, és már csak annyit sútogtam neki, hogy te szegény, ne kérdezzünk, menj, szaladj, te ártatlan, itt vagy, most még mehetsz, most még elengednek. Tudtam, hogy itt ülök két ilyen emberet, hogy Jani is mindig ízekre szedi a kaját, te is, tudod. Nekem mindegy volt, hogy mit. Felejtsd el ezt a cukrászdát. Nem is ott van. Felejtsd el, engedd. Én nem akarok rájuk szabadítani egy ilyen Michelin ellenőr, tudod, ott állja 3-4 óráig elemezve, és engem szígyenek, hogy kösz Balázs, miért nem tudtad ezt titokba tartani? Neked írnak levelet. Kedves Balázs, köszönjük, soha többet. Tegnap voltam ott, bezártak. Csődbe mentek, nem menjél oda. De nagyon szimpi egyébként, ahol lapjuk. És most hány cukrászával a szabadságharcot? Tehát most kivel, ki, most seregeit hol állnak harcban? Most nyugi van? Ez a vagy a hét elején volt, vagy a múlt hét végén volt ez, amikor beírtam nekik. Most nincsen semmilyen probléma. És a fél évből még mennyi van a büntiből, amíg minden nap megbüntetett? Most megint megyek hozzájuk. Megint mész oda? Most megint megyek, mondom csak fél év. Nem tudom, hogy nekik jó hír vagy nem. Tehát jó, most hír, örülnek. Igen? Szeretnek egyébként. Szeretnek. A műsort is nagyon szeretik, mindig dicsérik a pincérek. És váratlan látogató vagy, mint egy Michelin ellenőr, vagy azt mondta, hogy gyerekek, hétfő délre megyek. Tehát ennyi előtt azért adsz nekik, hogy legalább friss legyen a krémes. Vagy fölhúzol egy csúkját a fejedre. Tehát hogy mész? Váratlanul? Váratlanul. Igen? Váratlanul, nem mondom meg nekik előre, mert akkor fel tudnak készülni. Nem lepődnék, hogy bemennék egy cukrászába, és kint lenne az arcod egy ilyen bekeretezett képbe a pincéreknek, hogy ha ő jön, tudod, az extra sütiből adjatok. Atya Isten. Michelin csillag után Jani kereszt, vagy nem tudom, vadom. Valami, igen. Valami. Egy ilyen izét, egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen körszakálas koponya. Három koponyás hely, az már nagyon jó. De te telefonáltál be, hogy nem ízlett? Valaha. Hát vagy rendelsz egy pizzát, bementél egy cukiba, nem volt jó. Beleállsz? Nagyon nem állsz bele. Mikor Pécset beleálltál? De én helyen mindenhol beleállok. Igen? Ha megkérdezik, akkor tényleg tök őszintén elmondom. Sőt, úgy is elmondom, ha nem is kérdezik. Én is azt gondolom, hogy azért ez a pécsi pincér se provokált annyira, hogy Feri, mondjon már valamit. Nem, Feri, ugyan mondjon már valamit. Tehát, hogy alig vártad, hogy csak sohajtson egyet, és elmondhat. Várjál, ő megkérdezte, hogy milyen volt. Én azt kérdeztem, hogy mit szeretne hallani, az őszintét, vagy gyorsan essünk túl. Ja, és ő mondta, hogy volt egy ilyen körülmény. Én itt csúsztam le az asztalra. Megkérdeztem. A szobámba vacsoráztam. Legyünk túl gyorsan rajta, vagy mondjam el az, hogy ő az igazságot. Na mondom, akkor figyelj. És de akkor ez kívülről nagyon-nagyon-nagyon furán néz ki. Tehát, hogy kívülről ilyen nagyon rettenetes. Nem mondhatod, de fizetsz egy valakit. Én nem mondhatom valakire, hogy nagyképű, de kívülről ezért mit akar tudni? Az igazat, vagy tudod, az őszintét is. De a jó vendéglátost azt érdeklelnie kell, nem?
Ez nem egy rutin kérdés? Milyen volt? Mondj valamit, meg se hallgatom. Az a baj, ha rutin. Az a baj, ha rutin. Mert őt érdekelnie kell, hogy milyen az étele, hogy ízlett, és hogy milyen szájízzel megy el az az ember, aki ott hagyta a pénzét. Tehát, hogy szerintem ez de én azt is elmondom, ha nagyon jó, sőt, az kérdés nélkül is elmondom. A múltkor voltunk Egerben egy étteremben, és ott kérdés nélkül elkezdtem mondani, hogy... Menj tovább, ugye? Kérdés nélkül elkezdtem mondani, hogy nagyon köszönjük, nagyon isteni volt, ez nagyon szuper, és tényleg elégedett vagyok. Én azt is elmondom. Tehát nem és úgy is elmondod, hogy még jön a desszert? Vagy csak a végén? Vagy azért félsz, hogy körbeállják a vaníliasodót? Ja, az csak a legvége fizetésnél. Ezért kérdezem, hogy mennyire vagy bátor? Tehát már a főétel után elmondod, hogy milyen volt a nem tudom mi, vagy amikor megjött a desszert, és minden megittál, akkor mondod el, mert azért ott még... Gyerekek, egy vaníliasodó a Ferinek. Gyerekek, hát tényleg ezért van az, hogy közbe kérdez. Jó ide. Ez nagyon okos volt. Szerintem legyél ravasz. Tehát a főétel után, ha megkérdezik és rendeltél desszertet, akkor dicsérsz, és utána mondod el az egész. Aha. Igen. Mert hogy az arra vonatkozik, ugye ha akkor megkérdez, és te azt mondod, hogy hát kicsit nem így képzeltem el, akkor a vaníliasodó az hello. A somlói vaníliasodó grízpuding. Oh. De az jó, hogy nem, a végén kell mondani. Végén kell mondani, és akkor igen, elmondod neki, hogy na csak, hogy értse, hogy miért forintra annyi az összeg, amit most átnyújtok önnek, mint amennyit ne, a számlászat. Ne, még ezt, ne, ezt is betolod, ne. Volt már ilyen. Jézus Isten, és rám mondtok ilyen dolgokat, hogy én hogy viselkedek, hogy én nincs, oda mondod, hogy forintra azért az összeg, nem merném megcsinálni. Na ennél például sokkal gyáva vagyok. És akkor... És forintra leszámolod, ha nem ízlet? Én még akkor is adok 10%-ot, mert sajnálom. Mert nem az ő hibája, a szakács a hülye. Én odaadom 10%. Tehát ő kihozta, beletette szívét, lelkét. Hát most a szakács hülye, azért a pincér, és forintra odaadod. Ebben mondjuk a kiszolgálás minősége is benne volt. Tehát, hogy ott azért a pincér is olyan volt. De mondjuk, ha nem tetszik a kiszolgálás, azt mondod, hogy és most megmondom, hogy miért forintra ennyi. Igen. Az nagyon bátor. Hát de basszus, tehát hogy az is hozzátartozik. Tehát például, ha még mondjuk hogyha az ételeknek kemény. A minősége mondjuk közepes, de a kiszolgálás nagyon udvarias, nagyon érzékeny, nagyon jó fej, én akkor oda az. Százszor szívesebben megyek vissza, sőt visszamegyek, mint egy olyan helyre, ami mondjuk a Balaton felvidéken voltunk most tavaly egy helyen, ahol ami nagyon-nagyon hype-olt, sőt egy picit túl hype-olt hely is, és a kaják minőség nagyon-nagyon jó volt. Viszont a második alkalommal beugrottunk, és ide mondjuk asztalt kell foglalni, és lehetett is volna mondjuk asztalt teremteni nekünk, hogy egy picit rugalmasabbak, azt mondták, hogy hát kint tessék, bent meg nincsen hely. Ja jó, hát nagyon kedvesek vagytok, tök a hogy marasztaltok. Milyen kedvesen marasztaltak minket, nagyon szimpatikusak vagytok, hát ide sévünk többet. Na, ott például így álltam hozzá a dolog, az pedig a kajáknak a minősége az fantasztikus. Hú, de bátrak vagy. Csak picit a pincér mondjuk azt mondta, hogy hát jönnek ide, amúgy is tele van bent a hely, én nem fogok levenni ezért két asztalt, meg két vagy három széket kint a kerthelyiségben, csak azért, mert ezek ide jöttek és itt akarnak kávézni, meg sütizni. Kíváncsi vagyok, hogy valójában tényleg mennyit tanul belőle. Étterem, egy pizzázó, egy cukrászda, tehát hogy nyilván fontos, de hogy az alkalmazott elmondja valójában. A főnöknek nyilván kell a visszajelzés. Ha nem tanulnak belőle, akkor alkalmatlanak erre a szakmára. Nem azt mondom, hanem azt, hogy egy slendrián pincér elmondja a főnöknek délután, hogy változtassatok X-el, azt mondja, jó van, nem ízlet, add borot, menj anyádba, aztán főzessél otthon. Érted? Mert sokszor így gondolkoznak ugye a pincérek, vagy ezt gondolhatják, vagy bárki is bemegy, hogy jó van, hülye, ízni, persze, neked semmi nem jó, aztán menj. Nem? Tehát, hogy valójában egy hely tanul ebből. Vagy egy pizzázót, ha visszahívsz. Állok, én nagyon imádom, ha oda jön valaki és elmondja, és én a srácaimnak is mondom, hogy gyerekek, mondjátok el a szakácsnak, hogy mit mondott hogy a vendég. Hát egyrészt azt is, de hogy mondjátok el, mert az marha fontos. Érted? Ha egy kicsit is érdekel az, amivel foglalkozol vendéglátósként, vagy szakácsként, vagy felszolgálóként, akkor pont ebből fogsz tanulni. Ez a helyes hozzáállás. Érted? Meg lehet rajta sértődni, hogy valamit elszúrtál, de hidd el, hogy nem a vendég a hibás, hanem te, vagy a szakács. És te is odaadod úgy a borvalót, hogy nem adsz, és elmondod, hogy miért nem adsz? Én mindig adok a hát, illetve ez így nem igaz. Jut az ember, nem ez. Ha a kaja rossz, de a pincér jó fej, akkor miért ne adnál? Hiszen aha. Ő jól végezte a munkáját. Igen. Érdekes. Mindegy, ne menj. Morning Show. A Klassz FM. Rágymányosi híd. Ne nevezzük így, neki van már híd. Köszönöm szépen, van már neve rendes. Hát ha én valakit nem akarok bántani, az a BKK. Mert szerintem az elmúlt években szenzációs dolgokat csináltak. De tényleg. Tehát a füvesítés, a villamos, a bubi, a... Sok mindent csináltak szerintem a vitéziék, tényleg. De azért időzzünk el itt kettő darab mondat erejéig, ami nyilván több lesz. Az egyes villamos kontra Rákóczi híd esete. Megvan?
Meg. Hát meghosszabbították a sineket, az egyes villamoson fölszállsz Budán, ott a milyen híd, az a nem Petőfi, Árpád. Árpád híd után, érted? Ráülsz, és körbemész a városon, át hussansz, át robogsz a Rákóczi hídon, és a másik oldalon leszállsz. Egyetemista vagy? Hát tiéd az élet, odáig fog vinni. Uh-huh. Tök jó, nagyon örülök neki. Na. Jó, hogy behoztad, mert ez egy újabb jó pont. Igen, szerintem ilyen sehol nincs, csak nálunk. Ugyanis nem biztos, hogy tud rajta menni az egyes villamos. Azt elhiszitek? De miért nem tud, nincs hír? Mert nem biztos, hogy elbírja a hír. Elolvastam tegnap vagy tegnap előtt, és azt mondtam, hogy álljunk meg. Tehát, hogy ez, erről beszéljünk egy mondatot. Nem biztos, hogy elbírja a híd. Először megcsinálták a sínt, és most magyarázkodás, terheléses vizsgálat, biztos elbírja. Jaj, ugyan persze, hogy elbírja. Tudod, azért szállj fel először te a villamosra. Becsukott szemem, mert majd át a sofőr, tudod. Sosoljunk innen. Ráküldenek 4000 darab zílt 600 tonnával megterhelve, de azért ott, amikor az első villamos átmegy, ott azért szorulni fog a villamos vezetője. Kiderült, hogy vagy nem végeztek, vagy nem jól mérték föl magát a terhelést, és nem biztos, persze nyilván a BKK azt mondja, hogy de nyugodjunk meg, mindenki higgadjon le a francba, itt minden rendben lesz. Nem biztos, hogy elbírja a híd a villamost. Megépítették a sínt, megtendereztették, átvitték, gyönyörűek a megállók, és most kiderült, hogy hoppá, ha nem néztük meg, hogy elbírja. Óriási. Hát hogy van? Figyeljetek, amikor ezt építették, vagy tervezték, akkor ez úgy volt tervezve, hogy egyszer majd átmegy rajta a villamos? Igen. Tehát, hogy elvileg ott úgy hagyták ki a pindéreknél, meg a lámpáknál, hogy, remélem, hogy ott hagytak két sávot. Elvileg arról szó volt. Ezért nem is jelent problémát technikailag lerakni ezeket, vagy jelentett problémát. Na de hát akkor ezt nem számoltak is senki? Hát pedig elkészült számítás. Igen, minden egyes hídnál kell egyébként lenni egy ilyen próbaterhelésnek, mielőtt átadják. És hogyha valamit úgy terveznek, hogy azon valamikor villamos fog majd áthaladni, akkor hát úgy nyilván akkor ezt bele kellene kalkulálni. Csak gyerekek, én egyébként egy csomó minden nem értek ezzel kapcsolatban. Tehát az egyes villamos, mond nekem meg hány kiló? Az egy villamos. Igen. Egy három szerelvényből áll, hány kiló? Mondjad mit már, ne tenej. Mondd már valamit. Hát most a múltkor, hogy miért nem tudom. Te vagy a jó matekból. 50 tonna? Fogalmam sincs. Nincs annyi. Ha dugó van a lágymányos tonna? Egy kocsi 8 tonna. Egy kocsi 8 tonna. Ezt te honnan tudom? Mi vagyok? Mert rá van izgulva az összes ügyére. Mi vagy te ilyen okos? Hogy egy kocsi 8 tonna. 8 tonna. A három kocsi? Na, na jó, ennyire az viselő hülyék, az 32. Jó, azért velünk se szúrtok ki, 44. Nos, egy kocsi 8, akkor 3x8, 24. Igen. De ha dugó van a lánymenyegysidón, és baleset van, ugye gondolkozzunk racionálisan, mi most, akik azért meglehetősen félműveltek vagyunk a témában, és mondjuk az elejétől a végéig áll rengeteg autó. Elvileg többnek kellene, hogy legyen az összsúly, mint... Hát plusz összetorlódik, igen, mondjuk két-hármas villamos, az ugye már mindjárt 48. Nem, arra gondolok, hogy egy, tehát hogy mit nem bír el? De a próbaterhelésnek egyébként pont ez a lényege, hogy a próbaterhelést úgy végzik el, hogy maximum terhelést raknak rá, és nem áthaladót, hanem megállnak rajta és állnak. Ez így volt egyébként az összes budapesti híddal elvileg. Na de igen, ha fel, akkor nézik, vizsgálják, süllyed, mennyit süllyed, nyúlik, nem tudom, mit csinál, igen. Tágul húzódik, feláll elején. Tervezel egy hidat, tudod, hogy ennyi hosszat kell áthidalnod vele. Arra kiszámolod, hogy hány kamion fér rá meg villamos, annak mennyi az összsúlya. Ha én terveznék hidat, én biztosan legalább a kétszeresére tervezném. Nem kell ezt túl biztosítani? Dehogy nem. Na, hát akkor mitől szakadna le? Hát nyilván túl van méretezve a híd. Hát, ez egy jó kérdés. Nem tudom, hogy leszakad-e, vagy csak megterheli a szerkezetet. Minden esetre kiderült, hogy nem biztos, hogy át tud rajta menni a villamos. Óriási. Ezek ugyanazok a villamosok, mint amik akkor jártak, amikor tervezték a hidat? Hát, amikor ezt tervezték, vagy szerintem még lovaskocsit azért csak nem. Nehezebb az új villamos, mint a régi? Igen. Aha. Melyik a régi? Hát a sima. Mi? Tátra típusú. Zsül veled, mi? Te ilyen ebben? Te egy villamos fétis vagy? A fétised a villamos? Honnan tudod ezt ilyen jól? Na mindegy, maga, ha nem is időzünk el most annyira részleteknél, mert nyilván nem annyira értünk hozzá, azért ez önmagában érdekes. Ja. Nem? Kész a sín, én ott jövök el, minden gyönyörűek a megállók gyepletével, padlószőnyeg, linoleum. Hallott, laminált padlót. Most szalonparketta. Minden ott van. Minden hídnak van egy ember, aki ezt karban tartja, vagy hogy van ez? Nem a karbantartást végzi, hanem gyakorlatilag hídmester. A hídmester, így van, aki folyamatosan figyeli a hídnak az állapotát. Majdnem minden budapesti hídnak van külön, de inkább az van, hogy mondjuk van, aki mondjuk kettőt felügyel, van, aki csak egyet. Van egyébként női hídmester is, a Megyeri hídnak.
De miért, hogy a férfi híd, akkor az női hídmester? És a női híd, tehát az Erzsébet híd, a Józsi, és a Megyeri híd androgűn, akkor inkább az legyen egy női, a, nem tudom, a Lánchíd az férfi, vagy Petőfi híd, ahhoz meg női híd, hídmester. És akkor van a Lágymennyos hídnak is egy hídmester, és ő rájött, hogy gyerekek, álljunk meg! Nem jó, ha átmegy rajta a villamos, mert leszakad. Józsi, de szólalkozz, mert nehogy szakadja. És hogy jött erre rá? Hát ez hogy van? Te most megépítették a sínt, és lehet, hogy nem megy át a villamos? Hát ilyen kézi hajtányokkal kell átmenned egyik utatról, a másikra, ott visszaszállsz egy rövid szakaszra. Az milyen lenne? És akkor alátámasztják a hidat? Hát... Vagy bemegy alá, aki meghozta a döntést, és amikor átmegy az egyes villamos, az mindig tartja. Van egy hídmesterünk egyébként, aki a Lánchíd hídmestere, megkérdezzük ezt, hogy egyáltalán mit kell nézni egy hídnál. Ez egy olyan szép szakma, és annyira multidéző, nem? Hogy még van ilyen, hogy hídmester. Minden nap átkopogtatod a láncszemeket a Lánchídon, hogy nem repette meg. Vagy... Valószínűleg azt kell figyelned, igen, télen, nyáron, is, hőtágulás. Igen. De mit tud csinálni? Szemrevételez, nem? Így van, és akkor jelzi, tehát ő nem karbantart, nem úgy kell elkezdeni, hogy megy a kis festékes vödrével, meg a heggesztő apparátjával, és akkor ott javítgat, meg toltozgat, foltozgat, hanem csak lejelenti a megfelelő helyre. Igen. Azoknak, akik karban tartják. Aha. Gyerekek, bementünk az erdőbe, mert itt aztán most érek hallgatunk, a statikus és a dinamikus terhelés nem ugyanaz, a tengely terhelés nézik, régebben könnyebbek voltak a villamosok, rezonanci lehet a probléma a hídnál. Berezonál? Hát ugye berezonál, ezért van az, hogyha átmegy 5000 ember a hídon, és egyszerre lép meg, nem tudom, az ugye annyira meg tud mozgatni egy hídet, hogy elvileg leszakad. Most ez lehet, hogy nyilván városi legenda, de hogy... És ha egyszerre megy rajta három villamos, akkor is berezonál, vagy mi? Hát a rúgózó rajta, most hallgatod ezt. És elkezdesz rajta rúgózni, szakítsuk le a Lánymennyös hídet, föltoljuk a zenét, mindenki elkezd táncolni, és leszakad. Na, itt van velünk egy igazi hídmester, gyerekek, Fazekas János, jó reggelt kívánunk, hello János. Jó reggelt kívánok! Jó reggel. Melyik híd tartozik hozzád? Enyém a Lánchíd, illetve még az Alagút is. Olcsón vetted? Enyém a Lánchíd. Nem lehetne átiratni azt a tulajdoni lapot. Tiéd a Lánchíd. Igen. Te laksz a Lánchíd melletti lakásban, azt tudod, hogyha kijössz a körforgalomból, mész be a Lánchídra, akkor ott az egyik falon van egy lakás. Illetve mind a két falon. Vagy mind a két falon van. Igen, az Alagúton azok eredetileg irodáknak és lakásoknak épültek, és hát azóta is úgy funkcionál, jelenleg nem lakom ott, csak az irodámban ott, aha, mivel felújításra vár. És nálatok ugye ez egy családi tradíció, édesapád is ezzel foglalkozott. Édesapám 40 évig vigyázott a Lánchídra, nekem tavaly volt 10 esztendő, hogy vigyázok, úgyhogy már a családban 50 éve vigyázunk erre a hídra. Magyarországon az is megtörténik, hogy valaki ellop egy hidat, gondolom minden reggel úgy jössz ki, hogy hú, megvan. Annyi vas van rajta, meg azért azt érted, az éjszak egy percet elbontják. Hát lopják a felső vezetéket, mindent, hát azért minden reggel van egy sóhaj, nem János? Hú, hát, jó, még mindig megvan. Aggódom is, úgyhogy egyes sétám során szomorúan veszem tudomásul, hogyha valami hiányzik. Mit kell nézned egyébként? Mi egy hídmester feladata? Hát elég összetett a dolog, mert az első szempont az, hogy ne legyen semmilyen baleset lesz, se a gyalogosokra, se az autóra, tehát nyugodtan tudjon menni a forgalom. Aztán utána nézni kell a hídnak azon részeit, amik ugye megbújnak a föld alatt itt ott, tehát azokat a szerkezeti elemeket, amit avatatlan szem nem nagyon lát. Van egy ilyen listád, amit minden nap végig kell csekkolni, hogy megyek. Oroszlán nyelv. Egyet, fő oroszlán, kérlek, megvan. Pillérek, megvan. Oroszlán négy megvan. Megkopogtatod a láncszemeket, tehát ahhoz föl kéne másznod ugye a tetejére is. Szoktam oda is fölmászni, úgyhogy megvannak határozva rendszeresen, hogy a hídnak melyik részeit mennyi időnként kell átnézni, és akkor az ott tapasztaltakat, azokat rögzíteni szoktuk, esetleg a korábbiakhoz képest mennyi romlás történt, javulást még nem vettem. Hát igen, ez nem olyan műszaki tárgyak. Lánchídra nem lehet bármit fölengedni, ugye már csak a koránál fogva sem túl nagy a teherbírása, legalábbis a többi budapesti hídhoz képest, ugye? Tehát oda nem mehet föl bármilyen jármű. Igen, van kint egy 16 tonnás korlátozó tábla, amúgy a hídnak maga a szerkezete, tehát ez a függesztett szerkezetű híd, ami a láncra szépen föl van aggatva minden, annak van egy korlátozott teherbírása, tehát ezt nem teherforgalomra tervezték ezt a hidat, mivel amikor tervezték, még nem is volt teherforgalom. 20 tonnával nem lehet felmenni? Hát akkor én elkerülöm. Igen. Akkor szabályt sértettem nagyon sokszor, mert valahogy mindig fölengedtek a teherautóval, amivel közlekedem. Figyelj, az igaz, János, az a városi legenda, nem tudom, hogy 5000 ember átmegy úgy, hogy egyszerre lép, akkor akár leszakadhat egy híd a mozgás miatt, ebben van valami?
van valami, igen, mert hát a hidak azok mozgó szerkezetek, tehát úgy szabadon van hagyva, nem gondolná az ember, bár átsétál rajta, lehet érezni, hogy vannak mozgások a hidon. Például, hogy gyalogosan átmegyünk, akkor is érezhető, hogy a szélre, ha átmegy egy nagyobb jármű, akkor érezni, hogy megmozdul a híd. És hát bizonyos körülmények közt a híd elérhet egy olyan frekvenciát, ami már károsan hat a hídra. Például az a, volt egy ilyen film, ahol a leomlott Amerikába az a híd, és azt például a szél rezgette meg. A szél is okozhat olyan rezgéseket, hogy elkezd hullámzani a híd. Ez egy nagyon komoly csavarodós a videót is csinált róla. Az nagyon félelmetes. Elkezdett fújni úgy a szél, hogy arra a frekóra belengedte a hidat, és innentől kezdve nem lehetett megállítani, és elkezdett csavarodni a híd, és egyszer csak összeomlott az egész. Pont ott sétálsz a közepén. Akkor ott az nem menekülés, az biztos. Még nem így. Anyámhoz mennék csak át. És te ismered a Petőfit karbantartóját, az Erzsébet, átintegettek egymásnak, te látod, hogy ott dolgozik, te mész a hídra, egyszerre vagytok a hídon, tehát azért hídmesterből nincsen túl sok, nem János? Négyen vagyunk itt most jelen pillanatban Budapesten, 7 darab hídunk van, meg egy alagutunk, ami így a hídmesterekhez tartozik. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek 2 hídja van, jó, magamnak van csak egy alagutam pluszba. Nekem már nem jutott híd, ugyanis a fővárosnak 7 darab hídja van. Maga ez az új megyeri híd már nem fővároshoz tartozó, hanem az autópályákhoz tartozó híd, úgyhogy én még nem is találkoztam az ottani hídmester kollégával. Aki állítólag kollega nő? Nem, a Köröshegyi Völgyhídon van egy kollega. Igen, a Völgyhíd. Szintén az autópályákhoz tartozó híd. Neki egy picit végigmenni, meg megmászni a hidat alulról. Az összes pillér. Az egy picit mellósabb. Nagyon szép foglalkozás, ez nem is tudja az ember, hogy milyen érdekes beszélgetés, minden nap ott mész át, nem? Hogy mennyi mindent nem tudunk a saját városunkról, és hogy mennyi mindent nem is ismer az ember, és mennyi látnivaló lenne, ha egyszer tényleg mondjuk kiszáll az ember a kocsiból, és mondjuk tényleg átsétálna úgy a Lánchídon, hogy valaki mesél róla. Minden pillérnél, minden láncdarabnál, minden, nem tudom, mozdulatunkban lenne egy 6 mondat történelem. Tehát ezt se tudtam sokáig egyébként, amíg János egyszer nem mesélt erről, hogy hídmesterek vannak. Hát azért ez ilyen szép dolog, nem? Mindenki naponta ellenőrzi a saját hídját. Mi a munkaidő? Rendesen munkaidőben dolgozunk. 8 órán keresztül lefölsétálsz a híd, vissza, oda-vissza, Buda. Hát azért kicsit összetettem a dolog, többek közt, hát elég sok tennivaló szokott lenni a hídakon, lehet látni, hogy azért sokszor dolgoznak itt-ott, úgyhogy különböző cégek jönnek a hídra dolgozni, hát azt a hídmester engedély, de hát nem gondolnánk, de a hídak alatt fut át az összes, rengeteg közmű a Buda és Pest köz például. Havonta hányszor riasztják a rendőrséget, vagy a tűzoltókat, hogy egy öngyilkos mászkál, vagy egy öngyilkos jelölt mászkál a Lánchídon, és valószínűleg le akar ugrani. Miattad? Hát keresek gyorsan fát, lekopogom ebbe az évben. Viszonylag nyugalom volt, bár én rontottam a statisztikámat egy kicsit, idén 2-szer riasztották hozzám a Lánchídot a tűzoltókat. Pont ezt akartam kérdezni, hogy rád hányszor hívták a tűzoltókat. Igen. Én már ott van fönt ugrani akar. Nem, én a hídmester vagy. Megint ugyanaz a csávó, megint. Mindegy, hídmester vagy. Persze, hídmester még hülyeségeket is beszél. Hídmesternek gondoljam magát. Na jó, van, a lánymesíről nem kérdezünk, jó? Azt gondolom, hogy nem a te asztalod, úgyhogy nem akarunk vele menni ilyen elméleti dolgokba, hogy nem megy át rajta az egyes villamos. Minden hídmester csak a saját hídjával törődik, gondolom én, nem? Ne is nagyon kérdezünk. Egy kérdést föl kell még tegyünk a hidaddal kapcsolatban, mert ezt nagyon sokan kérdezik, hogy igaz, hogy este betolják az alagútba. Igen, ezt gyerekkoromban, már abban az időben még divat volt a telefonbetyárkodás, amikor vonalos telefon volt, és nagyon-nagyon sokszor telefonáltak, amikor elkezdett esni az eső, hogy megkinézték a telefonkönyvből a hídmester telefonszámát, és fölhívták a figyelmünket, hogy be kéne húzni a Lánchidat, mert elkezdett szemerkélni az eső. És kérdezi egy hallgató, hogy nálatok van-e, hogy az év hídmestere, ha már van az év madara, meg az év szöcskéje, meg az év hala, tehát van ilyen, hogy minden évben megválasztanak valakit? Hát eddig még nem volt, de fölvettem a legközelebbi értekezőt. Nagyon jó, hogy legyen. Hát tényleg most a halaknak, madaraknak van ilyen éves díjátadó, hát akkor legyen az év hídmestere, megérdemelnétek egyébként. És ki lett tavaly az év alagútmestere? Megint? Mivel egyedülinduló vagyok, ez természetes, hogy jó magam. János, köszönjük, hogy itt voltál. Jó munkát neked. Szép foglalkozásod van, és nagyon ritka. Köszönjük szépen. Hello. Hello. Hello.
Hello, hello. Azt írja valaki, szerencsére nem csak magyar talán menye hülyesség. Franciaországban történt, hogy az új vonatok üzembe helyezése után jöttek rá, hogy nem fér be a régi vasútállomásokra a peronok miatt, amiket rohamtempóban kellett átépíteni, óriási pluszköltséget. Ezt itt is megjártuk, kombinó peron, itt is volt annyi minden. Egyébként most olvasom a BKK közleményét, és ők azt mondják, hogy lesz majd próbaterhelés, várhatóan február egyik hétvégéjén, és hogy a cégnek nincs jelenleg tudomása olyan kockázatról, amely meghiúsítaná a hídon a villamos közlekedést. Hát igen, hiszen a próbaterhelés előtt vagyunk még, hát miért is lenne? Igen. Ugyanakkor nyilatkozott a Városi és Elővárosi Közlekedés Egyesület elnöke, aki azt mondta, hogy az egész tervezési folyamatot a Rákóczi híd vizsgálatával kellett volna kezdeni, mielőtt úgy átviszik rajta a villamost. És hogy amikor tervezték, akkor még könnyebb villamosokkal mentek, és 50 km/h sebességgel számolt ugye a híd tervezője, most pedig gyorsabb és nehezebb, nagyobb villamosok kerültek a hídra, amik ugye 70-nel mehetnek. De hát minél gyorsabb, annál hamarabb megszűnik a terhelés, nem? Nagyon okos. Neked a tervezőbizottságban a helye. Tök jó. Hát nem menjünk lassan. Helyen, hát gyorsan, több idő még leszakad. Menjünk gyorsan. Gyorsan, és akkor felsohajt így. Jaj, de nézd, de már nem is. Igen. Hát ez jó. Na kíváncsiak vagyunk, minden esetre drukkolunk mindenkinek, hogy a villamos ott tényleg járhasson. De mint történet, nagyon, nagyon érdekes, és nagyon tipikus. Én együtt érzek mindenkivel, aki a lágymányosít majd használni fog, illetve használja jelenleg villamossal, az 50-es villamos nem fog leszakadni sehova. Az biztos, hogy járok. Kérdezi Orsi, hogy a hídmesternek van szabadsága, ki helyettesíti? Nem vállaljuk mi el? Hát tényleg. Jó. Meg milyen végzettség kell hozzá? Az is egy nagy kérdés, nem? Mert fogok egy cilindert, egy sétabotot, én eljárkálok ott leföl, én azt nagyon-nagyon bírnám. Megkopogtatom úgy sem, de értenék hozzá, kicsit meghallgatok egy-egy ilyen kis láncdarabot, nem? Már megcsinálhatnánk. Igen, nem tudom, hogy van egy hídmesteri szak. Az valószínű nincs egyébként, csak szerintem. Csak a fogászok között tudtam eddig hídmesterek. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.